A legelső kérdésem az volna hozzád, hogy csupán az érdekesség kedvéért sorolt fel, hogy milyen iskolákban voltál, miket tanultál, milyen lelki gyakorlatokat űztél, ha lehet így fogalmazni. Csupán az érdekesség kedvéért így a beszélgetés elején. Akkor most nem a világiskolákról van szó. Nem azokról van szó, de talán még azok is valamelyest beletartoznak. Hát, amik idézőjelben lelki gyakorlatok voltak, de semmilyen oklevelet nem kaptam, meg nem tanfolyam volt, azok a meditációk és több nyelven folyó mantrák, amikkel pedig fokozatokat is szereztem. Volt a Reiki 1-2 és a mesteri fokozat, Prana Nadiból volt 2, Theta Healing, szellemgyógyászatból 2 is, és egy ingás tanfolyam, illetve voltak továbbképzések, amikről nincsen semmilyen oklevelem. Meg még egy ilyen játékos csikunk tanfolyam, tehát az semmi beavatás, vagy ilyesmi, az csak ilyen kis laza végére. Igen, egy ilyen kis levezető testmozgás. Testmozgás, igen. A jóga valahogy nem jött össze. Nagyon szerettem volna jógázni is, és akárhogy is megtaláltam a helyet, megtaláltam az oktatót, vagy elköltözött, vagy olyan időpontban volt, amikor nekem nem volt alkalmas, vagy elindították, de mégis megszűnt, bezárták az egészet, szóval az valahogy nem jött össze. Hát erről már lecsúsztam. Összesen hány oklevelet, elismervényt szereztél ezeken a tanfolyamokon, ezeken a beavatásokon? Mert hogy feltételezem, hogy voltak beavatások is, nem? Igen, voltak. 10 oklevelem van, beavatásból jóval több volt. Tehát továbbképzéseken is volt beavatás, illetve a tanfolyamokon volt, amelyiken csak egy-egy, de volt, amelyiken több is volt, éjszakai is volt. Éjszakai beavatások? Igen, annak pont ez volt a lényege, hogy éjszakai beavatás legyen. Idézőjelben áldásosztás, tehát ez most így jó vastagon idézőjelve teszem, amikor személyes üzenetet kaptam, úgymond az égiektől, a mesternek már nem nevezném őket az akkori tanártól. Akkor gondolom, még neked még meggyőződésed volt, hogy azt valóban az égiektől, tehát a jó értelemben az égiektől kaptad? Jó értelemben az égiektől. Tehát neked akkor ez még meggyőződésed volt, hogy? Szerintem nem meggyőződésem volt. Én mindig is ilyen jó hiszemű ember voltam, hogy miért mondanának mást, hogyha valami nem úgy van. Én hittem az embereknek, hittem az emberekben. Gondoltam, nekik vannak megtapasztalásaik. De biztos azért mondja, hogy ez jó és hasznos az emberek számára, mert ez tényleg úgy van. Én nem gondoltam abba bele, hogy esetleg ennek lehet bármilyen más rossz oldala is, vagy negatív hozadéka. Megmondom őszintén, hogy amikor először találkoztunk és beszélgettünk ezekről a dolgokról, nekem az a fogalom ugrott be, hogy spirituális zarándoklat. És hát az igazság az, hogy én is részese voltam ennek az úgynevezett spirituális zarándoklatnak. Szerintem nem volt olyan sokrétű és sokszínű az én utazásom, mint a tiéd, de viszont én is betekintést nyertem ebbe az utazásba. Te most hogy látod utólag, hogy mi késztet egy embert arra, hogy részt vegyen ezeken a, mondjam azt, spirituális utazásokon, próbálkozásokon, beavatásokon, tanfolyamokon? Mi az oka annak, hogy egy ember, egy fiatal ember, egy fiatal gyermek, egy hölgy ilyen irányba kezd keresgélni, tapogatózni? Én több okot is gondolnék-e mögött. Az én esetemben például volt elég erős önbizalomhiány, és azt gondolom, hogy azok, akiknek önbizalomhiányuk van, azok
próbálnak valami olyan tevékenységet keresni, amivel egy kicsit kitűnhetnek. Amivel egy kicsit felhívhatják magukra a figyelmet, hogy, hogy igen, én is vagyok valamiben jobb, én is tudok valami olyat, ami, amire mások oda tudnak figyelni, hogy nem vagyok egy kis szürke egér. Tehát egy kicsit próbál az ember a külvilág felé valamit felmutatni, mert még mindig azzal azonosul, hogy, hogy a világ mit gondol róla, ő az, amit a világ gondol róla. Akkor ez egy picit a rokon értelmű a testépítéssel, a testszépítéssel. A testképzavarral, igen, esetleg. Javítgassuk egy kicsit, mert mi úgy gondoljuk, hogy az úgy nem jó, nem szép, nem tökéletes. Igen, lehet. Csak hát akkor ezt úgy lehetne megnevezni, hogy léleképítés, lélekszépítés, ami remélhetőleg majd ugye fokozza az önbizalmunkat. Igen, az egyik tanfolyamnál kimondottam, tehát szó is volt erről, hogy említette a tanár, hogy ezáltal, hogy erősödünk lelkileg, tehát nyilván az önbecsülésünk is sokkal erősebb lesz, és én akkor így nagyon belelkesültem, hogy hú, nekem erre nagyon szükségem van. Aztán a többi már így jött magától, akkor már nem volt megállás. A másik, én útkereső is voltam. Én már gyerekkoromban is kicsit kilógtam a sorból, nem csak a magasságommal, hanem úgy egyébként is mindig más érdekelt, mint a többieket. Nekem más volt a fontos, míg ők eljártak bulizni engem, inkább az ilyen, tehát olyan olvasmányok érintettek meg, aminek volt lelke, volt mondani valója, tehát szívet, lelket megérintve gyűjtöttem ezeket a kis történeteket, illetve idézeteket, volt egy nagy karton a falamon, arra írtam fel ezeket az idézeteket. Amikor nem fért, akkor már nyitottam ennek egy külön füzetet. Útkereső is voltam, és úgy mindig éreztem, hogy valami nagy csodát tartogat nekem Isten. Nem tudom, hogy mi, de valami nagyon nagy csodát tartogat nekem. Nem létezik, hogy ilyen szürke legyen minden, hogy megszületek, tanulok, dolgozom, családot alapítok, esetleg aztán elmúlt minden, hogy ennek is semmi értelme. Tehát egy idő után tényleg felmerült bennem a kérdés, hogy mi a francnak születik meg az ember, miért vagyunk itt a Földön. Aztán volt is időm ezzel foglalkozni, mert úgy más nem volt, ami lekötötte volna akkor a figyelmemet. Tehát ez a keresgélős, ez az útkeresgélős verzió nekem nagyon tetszett, mert olyan dolgokat próbálhattam ki, ami tényleg kicsit különlegesebb a normál, átlagos ember számára. Ami izgalmas, mert ami nem látható, ami megfoghatatlan, ami nem tudjuk, hogy működik, az mindig izgalmas, az mindig érdekfeszítőbb, igen. Azt nagyon akarjuk tudni, azt nagyon szeretnénk látni, hogy működik. És aztán ez is hajtott, hogy milyen érdekesség sülhet ki ebből, mi az, amit én megtudhatok, ami az én hozzáférhetek, amit más nem tud, nem lát. És az érdekesség, ami végül kisült ebből, azt mennyire kívánod másoknak? Az lesújtó. Akár az ellenségeidnek? Senkinek, az lesújtó. Lesújtó. Picit most nevetgélünk rajta, de viszont ugye azt mindenképp elmondanánk a kedves embertársainknak, hogy ez egyáltalán nem nevetséges. És hogy igazából az okunk arra, hogy nevetünk ezeken a dolgokon talán az, hogy megszabadulhattunk, így van-e? Tehát, hogy nem csupán az eltévedés történt meg, hanem a megszabadulás lehetősége is felkínálhatott számunkra. Mi volt az első olyan döntésed, az első olyan irányváltás, ha lehet így fogalmazni, ami, mondjam azt, az okkultizmus irányába vitt téged? A legelső az már 10 éves koromban, amikor játékos horoszkópokat készítettem csupán csak tehát azért, hogy... Tehát akkor játékosan kezdődött? Igen, igen, abszolút, és csupán annyi volt az oka, hogy szüleimet nem akartam a strand költségével terhelni, nagyon szerettem strandra járni nyári szünetben, és
úgy gondoltam, hogy akkor én ezt megtermelem valahogy, de hát hogy? Hogy stranda is tudjak menni, meg pénzem is legyen rá. És akkor pont foglalkoztam ilyesmivel, volt egy könyvecském, amiből össze lehetett rakni, meg számolgatással ilyen-olyan kis életutakat, horoszkópokat, és valahogy egyszer ez így felmerült egy strandos napomon, valakinek említettem, és megkérdezte, hogy nem csinálnám-e meg neki is. Hú, mondom, dehogy nem. De ő szívesen fizet érte, és tudom, hogy pontosan 80 forintot kértem érte, mert annyi volt a belépő, hogy másnap be tudjam menni strandra. Aztán ennek híre ment, és akkor még nem volt írógép, meg számítógép is, csak úgy mutatóban, és kézzel írtam, de ilyen kis gyöngybetűkkel, ilyen 10-12-15 oldalakat, és a végén már annyi megrendelésem volt, hogy nem győztem. Tehát, hogyha egész nap 0-24-ben azt csináltam volna, akkor sem tudtam volna befejezni, így kénytelen voltam lemondani a strandról. Akkor, ez nagyon komoly. Akkor gondolom, ez úgy alapjában véve ez már dobott is az önbizalmadon, nem? Igen, igen, jó esett, hogy igen, már sokkal fontosabb voltál, mint... Hát nem sokkal, de már úgy éreztem, hogy így látszom a nagy univerzumban talán valahol egy kis porszemként. Szóval a horoszkópokkal is. Mi volt az, ami a horoszkópot úgymond a háttérbe tudta szorítani? Egy darabig még foglalkoztam ezzel, nézegettem, másokra is kivetítettem, meg még talán el is hittem. Már úgy azért voltak kétségeim, mert azért nem 12 ember típus van, nem lehet ezt a világra így ráhúzni, de akkor az éppen szórakoztatott. Még visszatérve az önbizalom hiányra, hogy nem, a lakásunk könyves polcán került elém egy könyv. Nem tudom, hogy került oda, lehet a bátyám kapta valakitől, biztos, hogy nem én vettem. A Joseph Murphynek a Tudat alatti csodálatos hatalma című könyve. Elkezdtem olvasgatni, na hát nem értettem abból én semmit. Az okos része az nekem nem ment be valahogy, viszont voltak benne én életszerű példák, meg kis rövid leírások, hogy mások életében az elméjét formálgatja és alakítgatja, illetve megfelelő irányba fordítja a gondolatait, megfelelően fejezi ki magát, akkor miket tudnak ezzel elérni. És én akkor jártam főiskolára. A Tudat alatti csodálatos hatalma, ugye azt mondtad. Igen. Tehát akkor szinte azt is elmondhatjuk, ugye, hogy az embert egy ilyen rejtett hatalmi vágy is mozíthatja ebbe az irányba, hogy ő hatalmasabb, ugye fontosabb. Persze ez ugye összhangban az önbizalommal, az önbizalomnak a növelésével. Nekem nem volt ilyen gondolatom, hogy én uralkodhatok valami fölött. Nekem az volt ezért a lényeg. Is mondtam azt, hogy talán rejtett módon, hogy valamit birtokolhatok, valamit megfoghatok, valami csak az enyém lehet. Vagy legalábbis van rá hatásom, vagy befolyásom, igen. Nekem inkább az volt a motiváló, hogy a vizsgáimat idegbaj nélkül meg tudjam csinálni. Nagyon-nagyon drukkos voltam, tehát hogyha a dolgozatot kellett leadnom még akkor is, és ugye államvizsga előtt, meg aztán minden tárgyból államvizsga, nem emlékszem, kint sírtam a folyosón, hogy én nem bírok bemenni, én nem akarok bemenni, nem, én vesszen az egész, én nem bírok bemenni. És... Tehát akkor ezt úgy is lehet érteni, hogy ezt tulajdonképpen eszközt láttál te ebben, amely révén könnyebben meg tudod valósítani azt, ami kötelező, ami rád úgymond nyomásként nehezedik. Tehát könnyebben szembe tudsz nézni bizonyos ilyen földi kihívásokkal. Földi kihívásokkal is, meg hogy úgy általában az életem minden területén, hogyha megtanulom ezt a módszert, ezt a technikát, akkor az életem minden területén fogom tudni hasznosítani. Remélhetőleg. És nyilván itt ezen a ponton még az életnek azon területeire gondolhattál, amelyet a világ felkínált számodra. Na igen, akkor csak és kizárólag. Tehát először meg van mutatva számunkra az értékrend, amit követnünk kéne, és utána fel van kínálva az eszközök, az eszköztár, amellyel azt megvalósíthatjuk. Mint például az ilyen
Joseph Murphy könyvek, igen, ugye? Igen. Az asztrológia. Utána mi következett? Joseph Murphyvel kezdtem, de olyannyira, hogy el is vonultam egy pár hónapra külföldre ezzel. Csak ez a könyv jött velem a két bőröndömön kívül. Görögországban. Csak ez a könyv jött velem, meg a két bőröndöm. Elindultam. Csak kettő? Igen, de csak két kisebb, na. Hát hónapokra mentem, tehát azért kellett a muníció. De csak egy buszjegyem volt oda, akkor éppen busszal mentem, de nem volt szállásom sem, tehát sem, nem tudtam, hogy mit fogok ott csinálni. Kerestem magamat. Azt szerettem volna, hogyha nem abban a közegben vagyok, ahol a mindennapjaimat élem, hanem egy kicsit valami kimozdít. Na, hát ott kaptam az élettől olyan pofonokat, hogy tényleg kimozdított. Ott, amikor tényleg szinte az életemért küzdöttem, vagy azért, hogy túléljek a következő napra. Ezt hogy érted? Mi történt? Nem volt hol laknom. Elég csúnya ajánlatokat kaptam azért, hogy lakhassak valahol. Úgy sikerült érkeznem, hogy akkor már főszezon volt, és tényleg esélyem nem volt arra, hogy bármilyen helyem legyen. Úgy volt, hogy az utcán fogok aludni. Volt, mikor fél napot ültem várva a tulajra, reggel 8-tól ilyen déli egyig a tűző napon, csak azért, hogy megtudjam, hogy tud-e nekem valami szállást adni. És ez akkor szerinted lehetett egy sorsjelzés arra vonatkozóan, hogy az irány, amit választottál, az nem épp a legéletszerűbb? Nem gondoltam erre. Akkor nem gondoltam erre? Abszolút nem gondoltam erre. Én egy nagyon makacs csajszi voltam akkor is, amit én a fejembe vettem, azt én úgy gondoltam, hogy végigviszem. Meg is mondta ez egyik családtagom, hogy tudta, hogyha beledöglök, akkor se fogok hamarabb hazamenni, mint ahogy azt én elterveztem, inkább később. Tehát nem volt szándékomban ott feladni annyivel. Ha ez a tanítása, ha ez a nevelés ennek az útnak, akkor legyen így, de nem gondoltam arra, hogy tudtam, hogy bármikor hazamehetek és megszakíthatom, de nem jutott eszembe, hogy én hazamenjek, akármilyen nehéz volt. Ott vagy Görögországban, Joseph Murphyvel is a nehézségekkel. Joseph Murphy azért gyökeret vert az életemben, meg az ő könyve, tehát tényleg az volt akkor a könyv számomra. Volt bőven idő magamra is, meg a könyvre is, és ennek az elmélyítésére. Magadra. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, ugye, hogy önmagad fejlesztésére. Igen. És fejlődtél. Én úgy érzem, hogy igen. Vagy úgy éreztem akkor, hogy igen. Akkor azt mondtam, hogy életem egyik legjobb befektetése volt, hogy ezt a kis zarándokutat még egy pár hónap formájában is, de megtettem. Én úgy éreztem, hogy új emberként jöttem haza. Aztán... Ami igaz is volt mellesleg? Igen, igaz volt. Tehát a korábbi életemhez képest mindenképpen nagy változás volt, ami ott végbe ment. Tényleg kezdtem azokat a kis gyakorlati példákat elfogadni, és úgy beépíteni az elménbe, amik azt bizonyították, hogy ha az ember másképp gondolkodik, hisz magában, hisz abban, amit csinál, bízik valamiben, akár valamilyen feljebb valóban, akkor igenis nagy változásokat érhet el az életében, és azt tudja esetleg másoknak is közvetíteni. Ilyesmik voltak a könyvben például, hogy valaki annyira hitt abban, hogy annak a forrásnak a vize meggyógyítja a szemét, hogy orvosilag kimutatták, hogy halottak voltak a látóidegei, de ő mégis látott. Hogy ilyen önszuggesztióval, hogy lehetett elérni azt, hogy amikor dumált a kicsi hang hátulról, hogy nem fog sikerülni a vizsgád, vagy milyen ideges vagy mindjárt elájulsz, akkor azt így a helyére lehetett tenni, és ha már megnyugodott az ember, akkor már nyilván jobban és lazábban ment minden, és sikeresebb is volt. Hol ez így elindult az életemben, haza kerülve pedig, hogy nem egy szomszédomtól
gyakori albérlő volt a szomszédom, egy filmajánlást kaptam, amiről én még korábban nem hallottam. Kérdezte, hogy láttam a Titok című filmet. Mondtam, hogy nem. Aztán ez volt a következő lépés. Végül is ugyanarról szólt, mint a könyv, csak képi formában. Igen. Már egy Opel GT-t szerettem volna azzal megteremteni magamnak, de nem jött össze végül. Nem tudtad bevonzani. Jó. De a könyv az jó volt. Az bevonzott a sikeresen a könyvet, magát, meg a filmet is gondolom. Azt igen. Igen. Az bevonzott, tehát azért a könyvben található gondolatiság az úgy be is került az elmébe. Igen, mert utána már végigolvasva a könyvet úgy kezdett összeállni a kép. Tehát akkor már nem csak a gyakorlati elemek ragadtak meg bennem, hanem az összefüggések is, hogy működik az elménk, hogy mit, hogy tudunk megváltoztatni. Igen, akkor már értettem, mire az előttem. Azt is mondhatjuk talán, hogy amit eddig a pontig tanultál, az ha nem is közvetlen, hanem közvetett módon összefüggésben van a José Silva által is művelt agykontrolla, így van? Igen, bár... Tehát az önszuggesztió meg a társai azért... Igen, készültem arra is, de arra végül nem jutottam el, de igen. Csak nincs mögötte az a tudatmódosító zene. Te zene nélkül. Igen. A Titok után mi következett? Titok után egyre több könyv. Könyv, film, videó, önképzés. Akkor még az elmével, illetve az elmének a életünkre gyakorolt hatásával foglalkoztam inkább. Aztán ez valahogy összekapcsolódott a spirituális dolgokkal, tehát egyikből jött a másik, így videókon keresztül, könyveken keresztül. Lehet, hogy nem is emlékszem pontosan a kapcsolódási pontra, de így valahogy összemosódik az átmenet. És nagyon sok könyvet vettem, olvastam, tehát mindenféle spirituális, ezoterikus könyvet, metafizikát, kvantumfizikát, jöhetett minden. Aztán egy idő után már könyvtárba jártam, mert nem tudtam annyi könyvet venni, amennyit olvastam. És akkor így egy idő után emlékszem, hogy így annyira megtelt a fejem, hogy úgy éreztem, hogy nem fér be több infó. És akkor így félretettem az egészet, hogy na most ebből elég, mert ilyen tudathasadásos állapotba kerültem, hogy most így a dolgoknak rendeződnie kell a fejemben, mert akkor úgy éreztem, hogy ilyen nagy katyvasz az egész. Hát túl sok, de megterhelő volt, nagyon megterhelő volt, hogy én ezeket próbáltam, és meg akartam érteni. Akkor nem is az vezérelt, hogy én ezt bármire felhasználjam, csak úgy szerettem volna megérteni, hogy hogyan működik ez az egész. Meg mivel gyerekkoromban is mindig olyan típusú voltam, aki az igazságot kereste, aki mindig a gyengébbnek szurkolt, mindig a mellé állt, aki erőtlenebb volt, akinek kevesebb esélye volt nyerni bármilyen meccsen, vagy sporteseményen, vagy bármiben. Nekik úgyis kisebb a támogatottságuk, mint a nagy profi csapatoknak. És mindig igazságpárti voltam. Teljesen mindegy, hogy 2 filléről volt szó, vagy 100 000 forintról, vagy... Tehát, ha igazságosságról volt szó, akkor amellett én mindig kiálltam. És valahol azt éreztem, hogy itt ebben életemnek ebben az időszakában is ez kezdett megnyilvánulni, hogy valamit keresek, de nem igazán érzem, hogy merre van az igazság. Tehát sok könyv után is, és ugye az asztrológia, valamint a Joseph Murphy és a Secret, tehát a Titok című könyv után is még amit kerestél,
eléggé megfoghatatlan volt még mindig számodra. Igen. Azt érezted, sőt, még, igen, ahogy mondtad, zavart is okozott az elmédben, mert nem tudtad már végül, hogy mi az, amit keresel, vagy hogy merre felé tartasz. Mi következett? Következett egy elég nehéz időszak, amikor az akkori munkahelyem elköltözött egy másik épületbe, amit én már korábbi szemrevételezés alapján is, már arra a korábbi szemrevételezés alapján is azt mondtam, hogy ez egy szellemkastély, tehát olyan hihetetlen negatív energiákat éreztem ott, hogy én oda már át sem akartam menni. Hát kénytelen voltam átköltözni. Hát hogy nem, valahogy nem is volt jó hatással az egész munkahelyi légkörre ez a hely, ez az épület. Én nagyon nem éreztem ott jól magam. Olyannyira nem, hogy nagyon sok... Én egyébként egy békés ember vagyok, tehát én nem kötekszem már szándékosan. Tehát én egy békés ember vagyok, de ott olyan konfliktusok alakultak ki olyan személyekkel, akikkel soha korábban nem volt ilyen, sőt, ők hívtak oda dolgozni, nagyon jól ismertük egymást, nagyon régóta jó baráti viszonyban voltunk, és nem értettem, hogy miért történik ez az egész. Nem, nagyon rosszul éreztem magam abban a helyzetben is, és néhány hónap múlva én fel is mondtam. Abban az évben úgy jöttem el végül, hogy nem volt még hova mennem, nem volt másik munkahelyem. Az már egy hitpróba volt nekem, hogy én úgy gondoltam, hogy Isten majd gondoskodik arról, hogy én jó helyre kerüljek, én bíztam abban, akkor tényleg úgy fogalmaztam meg, hogy de biztos tudja, hogy nekem merre kell mennem, el kellett engednem azt, hogy akkor éppen nincsen annyi jövedelmem, amiből hű, de nagyon jól megélhetek, de éppen annyira elég volt, amire szükségem volt, illetve a családom segített egy-egy tányérétellel. Amikor arra volt szükségem, nyilván őket nem szerettem volna anyagi dolgokkal terhelni, tehát az is megoldódott valahogy. És még abban az évben találkoztam valakivel, aki elég sokat beszélt nekem ezekről az ezoterikus dolgokról. Az biztos, hogy ott szétszúzódott minden, nem csak az én életemben, a másokéban is. Tehát az egy olyan év volt, akikkel együtt dolgoztam többeknek az életében. Nagyon nagy törés volt. Oké. Eljutottunk egy újabb kulcsfontosságú szereplőhöz a történetben, aki beszélt neked az ezotériáról. Oké. Neki már voltak összefüggések a fejében. Komplett látások. Nem olyan magas szintű, szerintem mai észre-fejjel visszagondolva, de mindenképpen több, mint amennyit én akkor még láttam ebből az egészből, és illetve amennyit megtapasztaltam. Nagyon sokat beszélgettünk erről, mutatott nekem klassz honlapokat, ahol filmeket is találok, ahol interjúkat, leírásokat találok. És ebben így kezdtem elmélyülni, de akkor már így könnyebben jöttek a megértések. Tehát tényleg azt éreztem, hogy az elmém annyira átalakult, vagy annyira sikerült átformálni, hogy annyira tudtam figyelmes lenni, figyelni a nem csak a világban történő dolgokra, hanem az úgynevezett láthatatlan jelzésekre is, vagy a láthatatlanból érkező, fizikai világba érkező jelzésekre is, hogy sokkal könnyebben jöttek a megértések, sokkal könnyebben észrevettem az összefüggéseket, megláttam, és akkor éppen hitelesnek fogadtam el. Szóval ő indított el ezen az úton, mondhatni, vagy nem ő indított el, akkor valamiért ő került az életembe, aki segített abban, hogy én ebben könnyebben vagy gyorsabban el tudjak mélyülni.
Szó szerint. Szó szerint. Mélyülni. Mélyülni. Szó szerint. Szóval akkor elkezdtél mélyülni. Miben mélyültél bele? Legelőször? Legelső alkalommal? Érdekes módon ebben az évben, még az év végén volt egy olyan gyötrődésem. Azt gondolom, ez volt az első igazán komoly jel, hogy talán nem jó irányba haladok. Az volt az első kör, amikor nyilván ezzel az emberrel aztán megszakadt a kapcsolatom, bántott is, valahol úgy biztos ezért kellett, hogy jön az életembe, hogy megmutassa, hogy merre van az arra. De úgy szerettem volna, hogyha még az életem része marad, de nem így alakult. Azt nem tudom, hogy milyen oknál fogva, de nem volt étvágyam. Nagyon keveset ettem, és olyan mérhetetlen apátia tört rám, hogy tehát semmilyen életkedvem nem volt. Az, amit korábban nagyon szerettem... Pedig volt tudományod már elég sok. Igen. Sokat fejlődtél. Igen, azt gondoltam, igen. Önbizalmad is volt. Hát az még annyira nem. Főképpen a betegségben, gondolom. Korábban, amit nagyon szerettem, most az sem érdekelt. Ez így karácsony előtti időszakban volt. Én nagyon szeretem a karácsonynak a hangulatát. A színeket, a fényeket, a zenéket, a dekorációt úgy nagyon-nagyon-nagyon szerettem. És most az sem érdekelt. Tudom, a családomnak, hogy minek díszítsünk fel, úgyis lesz egy pár nap múlva, tök fölösleges. Még őket is lebeszéltem róla. Azt látták, hogy valami nem stimmel nálam, de nem tudták, hogy mi. Valójában én sem tudtam, hogy mi a baj. De ilyen teljes mélypontra kerültem, úgy éreztem, hogy mintha így elrabolták volna a lelkemet. Aztán így szilveszterre elhívtak Pécsre, hogy menjek el Pécsre pár napra. Nem nagyon volt kedvem kimozdulni, nem voltam egy ilyen könnyen mozdítható ember. De biztos jó lesz, kicsit kimozdulsz, majd jó lesz, jobban fogod magad érezni, világot látsz idézőjelben, legalábbis a saját közegedből egy kicsit kimozdulsz, a sokkal jobb lesz. És ráálltam, elmentem. Akkor megérkeztünk, tehát minél távolabb kerültem a saját otthonomtól, annál rosszabbul lettem. Ilyen gyomortáji szorító érzésem volt, szinte fuldokoltam. Hát lehet, hogy valami pánikrohamhoz volt hasonló, nem tudom. Tényleg nem tudom, orvosnál nem voltam ezzel. Mire megérkeztünk, évvége valamelyik napján, talán 30-án, és szinte kiájultam az autóból, mondtam, hogy én nem megyek sehova, nekem csak egy ágyat adjanak, ahol elnyúlhatok, annyira rosszul voltam. Igen, másnap volt 31-e, akkor napközben úgy el voltunk, és hát a hangulatom az nem volt jobb, étvágyam ugyanúgy nem volt, és emlékszem, felmentünk a főtérre, ott voltak ilyen kis bazárok, vásár, zene, színpad, óriási karácsonyfa. És úgy nem tudtam ebben igazán jól érezni magam. Akik elhívtak, ők nagyon jól érezték magukat, találkoztak helyi ismerősökkel, beszélgettek velük, én meg úgy örültem, hogy egy kicsit elsunyoghatok onnan oda a fal mellé, ahol senki sem lát. Végre egy kicsit egyedül lehetek. Valami éppen Istenről szóló dal ment a színpadon. És tudom, oda húzottam a fal mellé. Néztem az óriási karácsonyfára, tetején a nagy-nagy csillagra. És sírva kértem Istent, hogy nem tudom, hogy mi történik velem, de soha többet nem kérek semmit, csak a lelki békémet adja vissza.
körülbelül ennyi volt az imám. Akkor persze nem így történt, mármint, hogy kértem még utána mást is. De valami mégiscsak történt ott. Éjszaka nagyon rosszul voltam. Rémálmaim voltak már akkor, és úgy éreztem, hogy tehát olyan álmom volt, mintha... Elnézést, mindez még a tanfolyamok előtt. Tanfolyamok előtt, így van. Viszont már azután, hogy ráléptem erre az útra, illetve elég intenzíven kezdtem ezzel foglalkozni. Hát az éjszakai rosszulét, egész éjszaka vécére jártam szinte. Nagyon erős fájdalmaim is voltak. Ha éppen elaludtam, akkor rémálmom volt, és azt éreztem, hogy szinte kétségbe esetten kiáltok valakihez, valakiért, hogy de ha senki nincs, aki segítsen, akkor én ebből hogy fogok kiszabadulni? És tudom, hogy még éjszaka is próbáltak megnyugtatni. Hát ez egy rettenetes december 31-e volt. Elsőim viszont olyan mérhetetlen békesség volt rajtam, amit én soha azelőtt nem tapasztaltam. De ez úgy állt össze a fejemben, mintha az egy akkori ismereteimmel úgy tudtam volna megfogalmazni, mintha egy spirituális tisztulás lett volna, tehát test és lélek tisztult az alatt, az éjszaka alatt. És olyan békességem volt reggel, amire ma már azt tudom mondani, hogy ez a minden értelmet felülmúló békesség, amit én azelőtt soha nem éreztem. Át kellett utaznom a fél országon, egyedül vonattal, nekem korábban ez is stresszes volt, ez sem volt olyan egyszerű menet, mint másoknak, én ettől is izgultam. És feltettek a vonatra, és nem érdekelt semmi. Végig mosolyogtam azt a nem tudom hány órát, simán átmentem Budapesten egyik pályaudvarról a másikra, nem tudom, hogy, de megoldottam. Nem volt semmi idegességem, teljes békességem és nyugalmam volt. Tehát ott érezhetően valami történt. Ott én azt gondolom, hogy ott kaptam először lehetőséget arra, hogy ne menjek azon az úton tovább, hanem valami jobbat válasszak. Valaki jobbat válasszak. És mi volt a jobb? Az első jobb. Hát Istent kellett volna választanom akkor. És mit választotta? Az, hogy én majd saját erővel, gondolatilag én majd jobban leszek. Teplőt visszavettel akkor. Ezt úgy értettem, hogy amikor összetörtél, akkor átadott Istennek a teplőt, az ő kezébe adtad. Ja, Istenem, akkor mostantól irányítsálta, adja nekem lelki békét. És amikor már a lelki béke visszajött, akkor visszamarkoltad, utána nyúltál és visszajöttél, hogy elég határozottan. Köszönöm szépen, mostantól én fogom irányítani. Elég határozottan. Oké, tiszta beszéd. Fizikailag nem voltam sokkal jobban. Jobban éreztem magam, de még mindig nem volt az igazi. Lehet, hogy volt még egy kis múltbeli gyötrődésem. Ekkor aztán jött az a korábbi ismerős, aki sokat beszélt nekem az ezotériáról, hogy ő megy João de Deushoz, ha jól mondom a nevét, Brazíliába. Megyek-e én is? Mondta, hogy biztos, hogy nem. Ő megy 3 hétre, és hát ha gondolom, akkor hoz onnan valamit, vagy visz valamit, vagy felajánlotta a segítségét, mondta, hogy én nem megyek, de adtam neki képet, hogy akkor kérek szépen gyógyítást egy üzenettel. A hátára írtam. Pedig ott volt a gyógyítás, ott a falnál megkaptad a gyógyítást. Csak paksi volt. Bizonyosságot nyertél afelől, hogy neked nem kell semmilyen kép, nem kell semmilyen közbenjárás, de viszont ugye ugyanúgy, mint sokan mások, mint ahogy én is, te is visszaestél. És ugye kellett egy nagyon fontos eszköz, egy nagyon fontos közbenjáró ahhoz, hogy de most akkor biztosan meg fogunk gyógyulni. Teljesen biztos lesz most már. Küldjük a képet is. Mellé. Nem volt nekem fogalmam arról, hogy,
hogy ezt nekem így teljesen át kellene adnom ezek után. Tehát Isten kiszabadított ebből, akkor nekem tovább nincs több dolgom. Nem állt még így annyira össze a kép bennem. Gondoltam, ez az én életem, hát akkor dolgom van vele. Nekem kell intézni a saját sorsomat. Szóval kivitte a fotómat, és közben én folytattam az önfejlesztést, jöttek tovább a könyvek, a videók. Miután hazajött, kaptam tőle ilyen-olyan könyveket, ezt a Golgota virágkapszulát, amit be kellett szednem, ásványokat, sok mindent. Gyűlt a szemét a házban. Kristályokat nem hozott? Hegyi kristály is volt, igen. Szimbólumok? Szimbólum az nem volt. Szimbólum nem volt. Nem volt. Kegytárgyak? Én mondtam, hogy onnan nekem különösebben nem kell semmi, csak a kázából valamilyen földről felszedett kő, tehát nem kell ilyen megszentelt csiribiri őrület, csak a kázából valami, úgy, ahogy megy le a partra, vagy akárhova, ott talál valami olyan követ, ami megtetszik neki, akkor abból. De hozott ilyen rózsafüzér formájú, szerintem rózsakvarcból készült, hát igen, mégis egy rózsafüzér volt, azt is kaptam. Nem tudom. Szerintem körülbelül ennyi volt. Egészségesebb lettél tőle? Hát gondoltam, hogy attól a Golgota virág kapszulától biztos az leszek. Szorgalmas voltam nagyon. De akkor inkább egy picikét szerintem jobb volt a lelkem, vagy könnyebben el tudtam már engedni dolgokat, amikhez korábban szerettem volna ragaszkodni. És mivel ment az önfejlesztés tovább, kipróbáltam azt, hogy vajon én látom-e az energiát. És láttam. Volt rá egy technika, vagy egy módszer, amit láttam valahol, kipróbáltam, és láttam. Mondták, hogy ó, biztos a gyógyítás miatt, mondtam, hogy tudja, hogy nem, de nem csak emberekét, hanem növényekét, állatokét is láttam. És ez egy kicsit úgy, hogy az ember fejében elindított valamit, hogy na hát, tudok valamit, nem tudom, hogy miért, és ez honnan jött, de ez úgy még jobban felkeltette az érdeklődésemet. Akkor ezen a ponton feltételezem, hogy akkor még nem voltál Isten, csak talán a lehetősége megvillant előtted, hogy én is Isten leszek, ha így mondhatom. Azért szerintem akkor arcom soha nem volt, hogy én azt gondoltam, hogy én Isten lehetek. Vagy isteni. Még abban az időszakban volt az, amikor így kerestem egy téli mozgásra alkalmas helyet, tehát amikor nem szabadban vagyok, hanem télen el tudok vonulni valahova, ahol van egy kis sportolási lehetőség, és találtam egy olyan szalont, ahol lehetett sportolni is, meg voltak meditációk is, ilyen spirituális alkalmak, és én ennek nagyon örültem, hogy akkor így a kettőt együtt összekapcsolhatom. Épp testben, épp lélek. Épp testben, épp hogy élek. És akkor voltam először meditációkon, illetve ott ilyen tisztítások is folytak, amiről mi nem nagyon tudtuk, hogy történik, mint történik. Ez a hölgy egy médium volt, tehát az ő közvetítésével történtek az események, illetve ő szervezte, ő vezette a meditációt, és a végén mindig voltak mantrák is. Alapvetően jól éreztem ezek után magam, úgy éreztem, hogy feltöltődtem, megnyugodtam, tömire jól is aludtam. Voltak később viszont olyan alkalmak, amikor kicsit zaklatottabbá váltam. Ott már éreztem valami jelenlétet, ami engem zavart. Nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az, de valamit éreztem. Szóval nagyon szerettem minden hónapban, volt, alig vártam, hogy legyen, mentem rendszeresen ezekre az alkalmakra. Az egyik ilyen alkalom végén hirdették meg a Reiki tanfolyamot,
meghallgattam, hogy miről szól, mit lehet ezáltal elérni, hova tudunk fejlődni vele, az önbecsülésem is mennyivel jobb lesz. Megkérdezhetem, hogy mi volt a marketingje a Reikinek, mivel próbálták azt népszerűsíteni, reklámozni? Nem volt nagy reklámja ennek, mert nem helyi volt a tanár. Reikit? Többek között ez igen, hogy magabiztosabb leszek, erősebb leszek, tudok gyógyítani, nem gyógyítani, kezelni vele ilyen-olyan dolgokat. Az első fokozatnál nyilván csak saját magamat, egy gondolom, finom, nem spirituális... Gondoltam, nem. Falfestés meg. Lehet, hogy az is ment volna, nem próbáltam, lehet arra jobb lett volna, inkább arra használom fel, hogy bennem az erő. És nagyon szerettem volna én ezt elsajátítani, de gondoltam, hogy megvizsgálom én, hogy kihez megyek el. Volt a városban több ilyen tanfolyam meghirdetve, és én csak az arcukat néztem, hogy mi jön át, és volt, aki ránéztem, hogy vele biztos, hogy nem. De akivel meghirdették ezt a tanfolyamot, az nekem egy nagyon szimpatikus ember volt, és olyan szeretet volt az arcán, tehát nekem az olyan meghatározó volt, és hát, mivel mondták, hogy ez egy univerzális szeretetenergia, mindent áthat egy intelligens energia, aztán volt arról, hogy későbbiekben ezt én majd hogy tudom irányítani, akár távba is, hogy tudom használni, mire tudom felhasználni, ez így nagyon érdekes volt számomra, és gondoltam, hogy én ezt kipróbálom. Az első ilyen tanfolyam után, a gyakorlati, elméleti gyakorlati képzés után volt a beavatásunk. Ha jól emlékszem, akkor itt is be kellett csuknunk a szemünket, tehát a nagy műveleteket, amik körülöttünk zajlottak, azokat nem láthattuk. Motyogást hallottuk, volt egy kis hangzene is, vihettünk tárgyat megszentelésre, idézőjelbe teszem, akár családi fotót, bármilyen ékszert, amit magunkon hordtunk rendszeresen. Itt ez a rész eléggé közös a katolikus hagyományokkal, mondhatni. Sosem voltam katolikus, lehet. Ott is vannak ilyen tárgy megszentelések, autószentelések, különböző szentelések, tehát. És olajat is használtak, füstölő is volt olajjal, tehát itt kaptam az első szimbólumokat, olajjal írták bele mind a két tenyerembe ezeket a szimbólumokat, amiket mi akkor tanultunk, mind a két tenyerembe, illetve a homlokomra. Milyen szimbólumok voltak ezek? Hogy érted, milyen szimbólumok? Emlékszel rá, hogy milyen szimbólumok voltak ezek? Kimondottan Reiki szimbólum volt. Japán. Igen. Az elején még egyszerűbbek, aztán később már összetettebbek voltak. Azt megkérdezhetem, hogy lexikálisan mit tanítottak, így körülbelül mi volt a tanításnak az alapja Dióhéjban, vagy például hogyan vélekedtek ők Jézusról? Hogy ők milyen képet tolmácsoltak róla? Tapasztalatom szerint az ezoterikus spirituális közösségekben szinte mindenki hisz Istenben. Igen. Mondjuk 99%-ban, az 1% nem válaszolt, tehát az vagy nem meri felvállalni. Jézusról pedig minden, szinte minden ilyen közösségben csupán egy felemelkedett mesterként beszélnek. Tehát az arkangyalok, felemelkedett mesterek, és valahol ott középen ott van Jézus is a többiek között. Mellékesen? Mellékesen, így van. A sorban valahol. Az, hogy így is lehet, ők imának neveztek nagyon sok mindent, így is lehet imádkozni, ehhez imádkozzál, ahhoz imádkozzál. Javasoltak nem különböző volt személyeket is, ilyen meghalt, vagy ma is létező személyeket, akikhez lehetett imádkozni? Későbbiekben, igen. Akkor akár angyalokat? Igen, későbbiekben már voltak olyan ajánlások, hogyha ilyen-olyan problémád van, akkor melyik arkangyalt hív segítségül, kihez imádkoz, volt, amikor éppen Jézushoz, Szűz Máriához.
Harkongyalhoz. Hát az éppen nem. De csak nem fér bele a könyvbe, szerintem, csak azért nem. A beavatás után jött egy 21 napos tisztulási fázis. Nem nagyon volt érdemes ilyenkor se alkoholt inni, se dohányozni. Ha lehetett, ajánljunk fel valamit, tehát ha valaki mondjuk kávézik, akkor arról mondjon le, arra az időszakra minden nap kellett magunkat kezelni, tehát hogy az érzékelésünk is fejlődjön, az önmagunkra való figyelés, illetve hogy ezt későbbiekben megfelelő módon tudjuk továbbítani. Miben állt a beavatás? Az olajjal való megkenés szimbólumok. Igen, körüljárt valamiket még, valami imát, nem tudom, hogy mit mondhatott, tehát az nem volt publikus, nem volt hallható. Voltak a rejkiben is ilyen titkos részek, tehát titkosított részek, amelyekről azt mondták, hogy erről nem tudhat mindenki, vagy ezt nem szabad elmondani. Nem. A rejkiben volt ilyen titkos. Nem. A beavatásoknál nyilván az tehát egyesével voltunk jelen, tehát a beavatás maga az megtörtént, nyilván jelen voltunk, azért részesültünk valamilyen élményben, de annak a részleteiről, hogy ilyenkor mi történik, és ők éppen kivel vagy mivel kontaktálnak, miről van szó az imában vagy bármiben, amit nekünk átadnak, azt nem tudom. De arról nem tudom. Igazából akkor a reikiben is egyfajta ilyen, mondjam azt, ilyen médiumi dolgok történtek, tehát közvetítettek bizonyos entitásokat. Valószínűleg létezőket. Igen. Hát ezt akkor tudtam volna meg, hogyha elmegyek a tanárira is, de értem, de nem akartam elmenni. Uh-huh. A gyógyítást azt próbáltad te is? Igen, már az egyes után is próbáltam. Tehát azt már lehetett direktben használni, akár magam, akár mások számára. És hát meglepően jó eredményei voltak. Már az elején a beavatást követő 3 hét alatt tényleg annyira letisztultak az emberben a dolgok. Akkor úgy fogalmaztak, hogy az égiek átformálnak minket, és megkapjuk a szükséges erőt, és megkapjuk a szükséges tulajdonságokat ahhoz, ami ennek a műveléséhez szükséges. Szóval kicsivel kezdtem, családtagokon, kisebb fájdalmak kezelésével, aztán az úgy elég hamar elkezdett nagyobb volumenű gyógyításokká nőni. Nyilván ezért is vártam, hogy néhány hónap múlva, tehát a kötelező idő lejárta után mások a második fokozatra. Mi volt a te motivációd? Tehát úgy valahogy úgy éreztél elhívást arra, hogy szeretnél segíteni embertársaidon, gyógyulásban, az élet megjobbításában? Én mindig is szerettem segíteni. Tehát bárkinek bármilyen gondja volt, akkor nekem rögtön azon kezdett kattogni az agyam, hogy én hogy tudnék neki segíteni. Mivel a családban is volt elég sok betegség, meg lelki probléma is, hogy a rejkivel ezeket is, illetve akár függőségeket is lehetett kezelni. Így azt gondoltam, hogy családomnak is, barátaimnak, illetve bárki másnak a hasznára lehetek azzal, hogyha én ezt művelem, és tényleg feltett szándékom volt, hogy én ezzel segítsek embereknek. Én nagyon szerettem adni, és nekem nagy öröm volt az, amikor valaki egy picivel több elment el tőlem, mint hogy hozzám jött, akár csak egy mosolyjal, akár az, hogy egy kicsit jobb kedve lett, vagy egy kicsit egészségesebb lett, egy picivel elégedettebb lett, vagy csak nyugodtabb. Nekem az már nagyon nagy öröm volt. És nyilván az első sikerélmények aztán dobtak az ember önbizalmán annyit, meg a kíváncsiságán is, hogy haladjon tovább ezen az úton is, ne álljon meg. Mit lehet még vajon ebből kihozni, mit lehet még ezzel elérni. Hát így mentem a 2. fokozatra is. Ott már komolyabb dolgokat is tanultunk. Ugye tápgyógyászat is volt, függőségek kezelése,
Volt, aki úgy tanította, hogy ó, csak elindítod, és akkor az úgy megy. Megy a flow. De amikor én távban kezeltem, akkor én mindig végig kísértem. Tehát nekem nagyon-nagyon erős szellemi munka volt egy kezelés. Tehát minimum egy órát foglalkoztam minden pácienssel. Nagyon oda koncentráltam becsukott szemmel, hogy milyen testrészt kell ehhez, milyen fokozatokat, milyen szimbólumokat kell használni, és közben ugye a kezeimen éreztem, hogy mi áramlik. Tehát az első fokozat után nekem nagyon hamar jött az érzékelés. A 3 hét alatt nem csak a kezemből áradó erőt érzékeltem, hanem valami mást is, tehát valami finomabb rezgést a kővilágból, a láthatatlan világból. És amikor távba kezeltem, akkor ezt ugyanúgy hatványozottan éreztem, mint akkor, amikor bárki test közelből tudtam kezelni. Miért nem végezted el a tanári fokozatot? Hát az akkori tanárom azt mondta, hogy ő javasolta, hogy én menjek tanári fokozatra. Én mondtam, hogy nekem a mesteri bőven elég, én ezt nem akarom tanítani, én ezt csinálni szeretném. Én segíteni szeretnék, nem pénzt szeretnék ebből szerezni, nem tanítani akarom, hogy nekem ebből bevételem származzon, hanem én tényleg jót szeretnék adni, valami jót közvetíteni az embereknek, hogy bármilyen módon, de kicsit jobban érezzék magukat, vagy könnyebb legyen az életük. Bármilyen módon? Hát, igen. Akkor még bármilyen módon. Akkor okay. Még bármilyen módon. A reikit azt elsajátítottad, tehát már a tiéd volt. Viszont nem volt elégséges. Tehát szükséges volt, de nem volt elégséges ezek szerint. Merre zarándokoltál tovább? Hát ezek után még következett a mesteri fokozat, ami még a reiki mesteri fokozat, amit megelőzött egy nagy családi baleset, és az erősített meg engem abban, hogy nekem ezen az úton haladnom kell tovább. Egy külföldi családi nyaralás alkalmával egyik hozzám tartozónak volt egy olyan balesete, hogy lehet, hogy rosszul hangzik, de így történt, leszakadt a fél arca. Hát úgy sikerült elesnie, hogy nem láttam, hogy egyáltalán megvan a szeme. Csupa vér volt a fél oldala, valami fehér csontdarabokat láttam, a fityegő bőrt a füle mellett. És ez egyszerű esés volt így? Igen. Elesett, miközben ment az úton. Igen, ráadásul ez egy viszonylag sima útszakasz volt, holott előtte fel volt törve a járda, de ez egy sima útszakasz volt, és éppen hátra akartam fordulni, hogy megfogjam a kezét is, segítsem, de mire hátra fordultam, akkor ez már megtörtént. És azelőtt is fogtam a kezét, hogy segítsem. Tehát ez alatt a kb. 2-3 lépés alatt nem, amit ő egyedül tett meg. És amikor elesett, akkor azt gondoltam először, hogy hú, nem tört válla, csontja, bármilyen. Tehát erre a látványra, amit akkor láttam, nem számítottam. Hát egy kicsit sokkot kaptam. Ő pedig attól, hogy látta az arcomat, mert nyilván az elég kifejező volt, hogy én mit láthattam, amikor az ő arcára néztem. Felültettem, azt tudom, hogy egy és papucsba rohantam vissza rokonokhoz, hogy segítséget kérjek, hogy hívják a mentőt. Visszamentem hozzá, és mintha még már az ördög akkor beszólt nekem, a gonosz kiszólt valakin keresztül, hogy idős, hát fogni kellett volna a kezét, és sírva mondtam, hogy de én mindig szoktam fogni, de én mindig fogom a kezét, is mondta, hogy de nem, én láttam, hogy nem fogta. Láttam, hogy nem fogta a kezét. És még ez is egy olyan lelki törést okozott nekem, hogy magamat hibáztattam azért, hogy ő elesett, és hogy ilyen csúnya balesetet szenvedett. Aztán
ott helyben, a helyi kórházban kitisztították a sebét, de rohamjentővel vitték tovább egy másik kórházba, ahol volt plasztika és mikrosebészet, és ott pótolni kellett a bőrt is, más testrészéről vett bőrrel pótolták, illetve csontdarabok törtek le, tehát így konkrétan a szájától egészen a homlokáig kellett varni, illetve helyrehozni, rekonstruálni az arcát. A műtét alatt is, meg utána is természetesen én folyamatosan rejkéztem, akkor még csak a kettessel, és kértem segítséget itthonról, mármint hogy az otthoniaktól, mert hogy akkor külföldön voltunk, kértem segítséget, hogy mesteri energiát is kaphasson, és nagyon jó volt az eredmény. Ott, ahol mindenki felülfertőződéssel volt már, szinte nem is az alapbetegségével, nem is az alap balesetével volt a kórházban, hanem tűk által okozott fertőzések miatt kellett, hogy még több hetet bent töltsenek. Az én anyukám nagyon szépen gyógyult, és egy hét múlva úgy látták, hogy haza is jöhetünk. Hazajöttünk, és mivel nagyon jó eredmények voltak, ez engem arra késztetett, hogy ezt csináljam tovább, mert ott igazán megmutatkozott az, hogy ennek mekkora ereje van. Uh-huh. Azután mentem a mesteri fokozatot, elvégeztem, hát tudtam, hogy az már egy nagyobb felelősség, egy életen át tartó tanulási folyamat, egyébként alázatra is tanított. Mivel szemben? Nem akartunk felfúvalkodottak lenni, meg nagyképűek lenni. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki, aki spirituális dolgokkal foglalkozik, tetszik vagy nem tetszik, de ki kell mondani, hogy mindenkiben van egy úgynevezett spirituális gőg, amikor tudja azt, hogy valami olyasmivel rendelkezik, vagy olyas valami fölött rendelkezhet, ami fölött nem mindenki, vagy nem mindenkinek van rá akár adottsága, képessége, lehetősége, tanulási folyamatok által, vagy bármilyen módon. Igyekeztem alázatosan csinálni, de igen, tudtam, hogy bennem is ott van, hogy valami másra kaptam lehetőséget és olyan képességeket, ami lehet, hogy nem mindenkinek adatik meg. A mesteri fokozat után gondoltam, hogy talán ezt még lehetne bővíteni mással is. Több technikát kombinálva lehet, hogy hatékonyabb is lenne. És meg úgy voltam vele, hogy mindenki, aki spirivel foglalkozik, végzett egy típusú tanfolyamot, kipróbált mást is, művelt mást is, hát nehogy már kevesebb legyek, vagy én kevesebbet tudjak, nekem is muszáj tanulnom, kell, hogy fejlődjek. Így aztán a következő az a Nadi volt. Hát ott is szimbólumok voltak, ott már egy kicsit összetettebb szimbólumok voltak azon a tanfolyamon. Azon nem éreztem annyira jól magam valamiért. Mit ígért a Nadi a Reikivel szemben, vagy a Reiki fölött? A Nadi semmit nem ígért, mert a Nadi semmit nem mond magáról. Titokzatosabb jóval, mint a Reiki? Abszolút, ez teljesen. Az a nagy sötét lyuk. Nagy, nem tudod, mibe vágod a fejszédet, ha megkérdezed, hogy mit szeretnél, vagy mit tanulhatsz ezzel a tanfolyammal, mit tudsz ezzel elérni, akkor annyi a válasz, hogy bővítjük a tudásunkat. Mégis hogyan képes meggyőzni embereket arról, hogy részt vegyenek egy nem is lehet, általában ezt nem is hirdetik egymás között. Szerószára, mint a néphagyomány. Igen, abszolút. Uh-huh. És így lehetett bejelentkezni, és tehát ennek nem voltak meghirdetett tanfolyamai. Ha bekerültél utána egy csoportba, és akkor utána jöttek a következő lehetőségek, hogy mikor lehet menni a következő fokozatra.
Gondolom, ezek a tanfolyamok többnyire mind pénzbe kerültek. Természetesen. Pénzbe kerültek ki, és a beavatások, gondolom, azok talán még külön is pénzbe kerültek, vagy a vizsgák. Jól fogalmazom? Nem értek, általában benne volt az árban, nem volt külön díja. De ez volt, amikor elég borsos volt. Melyik volt az az irányzat, ahol arra kértek kifejezetten, hogy nem szabad erről beszélni, nem szabad elmondani azt, amit te tanultál? Volt-e ilyen, vagy hogyha ilyen, akkor most? Hogy vagy te, hogy félsz ezt elmondani, vagy van-e félelem benned, vagy egyáltalán zavarna-e egyenesen kimondani, hogy fiúk, lányok, ez van. Itt arra kértek, hogy erről nem beszélünk. Ezt nem szabad elmondani. Igen, ez a Nadi. Tehát a Nadit fötte leginkább egy ilyen homály, egy ilyen misztikus homály. Nagyon-nagyon, igen. Nagyon erős homály. Tehát ott nem csak, hogy magáról, a technikáról, a módszerről nem volt szabad beszélni semmiről. Tehát a szimbólumok, a tanítások, a jegyzetek senkinek a kezébe nem kerülhettek, aki nem volt beavatott. Még annak a kezébe sem, aki mondjuk már Nadival foglalkozott, de még egy alacsonyabb szinten volt, alacsonyabb fokozatot szerzett, a magasabb fokozatról nem szerezhetett információt addig, amíg... Nem került oda. Így van. Tehát beavatatlan személy kezébe semmilyen szimbólum, semmilyen jegyzet nem kerülhetett. Tehát akkor ebből az következik, hogy a Nadi, tehát a Prána Nadi, az olyan, főképp olyan személyeket vonzott magához, akik valamelyest úgy vágytak a misztikára. Mivel, hogy misztikus volt, eléggé úgymond rejtett, vagy okult volt, olyan személyeket vonzott, akik vágytak misztikus, rejtelmes, akár sejtelmes dolgokat megismerni. Lehet, hogy olyan személyeket is vonzott. Nekem nem a nagy titok megismerése volt a célom, hanem én szerettem volna bővíteni a tudásomat, szerettem volna fejlődni, és hogyha tudok másoknak segíteni, akkor több módszer, több technikát kombinálva, vagy látom, hogy melyik a hatékonyabb, esetleg kinek, mivel tudok jobban segíteni. Nyilván nem ugyanaz volt a technika. A módszer az hasonló volt, az irányítás, a szimbólumok, de mégsem ugyanaz. Tehát volt, amiben sokkal erőteljesebb volt. A szimbólumok azok milyen formában voltak jelen? Tehát hogy használtál szimbólumokat? Vizualizáltad, vagy papíron? Vagy voltak ilyen tárgyak? Általában vizualizálni kellett, igen. Vizualizálni kellett. Azt, hogy rávetíteni az illető személyre. Vagy személyre, vagy testrészre. Így van, igen. Értem. És akkor jött a gyógyulás rendszerint. Vagy valami. Vagy valami inkább. Értem. Igen, itt már egy kicsit titokzatosabb volt a beavatás is. Itt tényleg abszolút csukott szemmel kellett végigülni a beavatást. Eskütétel, fogadalomtétel valahol. Igen, volt. Reikiben nem volt, gondolom? Reikiben nem volt. Ennél volt. Még az első alaptanfolyamnál nem, de utána igen. És emlékszem, hogy engem nagyon-nagyon bántott annak a szövegezése, mert én olyan jó hiszeműen mentem oda, hogy ez valami jó dolog, és segíthetünk ezzel másoknak. És mégis egy olyan dokumentumot olvastak fel, ami nekem valahogy nagyon kontrasztos volt ezzel, és nagyon rossz érzéseket váltott ki belőlem, hogyha bármit is mondok erről, akkor mi sújt le rám. Tehát nekem ez úgy tűnt, tényleg olyan volt, mint egy átok. Tehát és nekem a jó tevés, a szeretet közvetítése, a gyógyítás nekem nem fért össze ezzel az átkozódással. Ez nem tudok rá jobb fogalmat mondani, nyilatkozatnak is nevezhetjük, de ez nem az volt.
és én nagyon rosszul éreztem magam. Ha már ott voltam, akkor úgy gondoltam, hogy na jó, aláírom, menjünk, haladjunk, mindegy, ha már eljöttem. Gondoltam, majd én valami jobb technikával ezt majd kidolgozom. Utólag így ennek az aláírásnak volt-e súlya, következménye, hogy érzed? Hogy azért például, hogyha most valaki valamit veled alá akarna íratni, vagy felesketni valamire, akkor most azért kétszer meggondolnád, de mielőtt aláírnád, vagy pedig felesküdnél? Kell nekem bárkinek is aláírni valamit, vagy felesküdni bárkinek is valamire? Szerintem nem kell. Azt akarom ezzel kérdezni, hogy volt-e súlya annak az aláírásnak? Volt-e következménye? Hogy konkrétan annak volt-e következménye, vagy a többinek így összetetten, együttesen, azt nem tudom. Rám az lelkileg gyakorolt nagyon-nagyon-nagyon rossz hatást. Tehát már nem is az érdekelt, hogy én aznap mit tanultam ott, hanem azt, hogy én azt minél hamarabb kitakarítsam, és megsemmisítsem az életemből. Tehát az nekem az akkora törés volt, hogy amikor a szeretetet, a jó szándékot, a segíteni akarást, a gyógyulást közvetítjük, és van erkölcsi kódexünk, akkor hogy jövünk ahhoz, hogy egy ilyet jelentsünk és ilyet írassunk alá emberekkel. Még azt elfogadtam, hogy veszélyes lehet beavatatlan személyek számára, akár a jegyzet, akár a szimbólum, de ez nálam nagyon, nagyon mély nyomot hagyott az én lelkemben, az én érzékeny lelkemben. Amit ezzel kapcsolatosan tapasztaltam, hogy már a tanfolyam után egészen más erők mozdultak meg ezzel. Más volt az intenzitása, és szerintem más volt a hatása is. Mikor arra érzékeny emberhez mentem be a tanfolyam után, és gondoltam, hogy na akkor kezelem, mert kezelhetem, még csak gondolatban volt, és ő már szinte elkezdett sírni, jaj, veszékelni, hogy nagyon fáj, nagyon fáj. Tehát az a testrésze, amit szerettünk volna kezelni, már sokkal erőteljesebben fájt neki, úgyhogy még a közelében sem voltam, még el sem indítottam semmit, de valamit vittem magammal, amire ő érzékeny és fogékony volt. Szóval az nem tetszett ez a része annyira, bár a Reikiből azt mondták, hogy lehetnek fájdalmak, ezeket a blokkokat ugye át kell törni, át kell mosni, ezeken túl kell lenni, ha rendszeresen kezeljük, akkor ezek szépen kitisztulnak. Tehát, mint amikor van egy kis patakocska, ott meggyűlik az avar, a faágak, a kavicsok kicsit összegyűlnek, és ott képződik valami, nem engedi a szabad áramlását a víznek, annak úgy ki kell tisztulnia. Nem tudok nem gondolni arra, hogy Jézus azt mondta a vaknak, hogy gyere vissza majd jövő héten is, megint megkenlek sárral, megint megkenem a szemedet sárral, és ezt majd 5-ször vagy 6-ször elvégezzük, és akkor majd meggyógyulsz. Kúraszerűen, igen. Tehát az evangélium az nem erről szólt, hanem instant módon Isten adta az ő erejét, az ő dicsőséges erejét, és meggyógyította. Oké. Nadinál tartunk még. Van olyan dolog, amit még szívesen megosztanál az olyan személyekkel, akik talán csak most ismerkednek ezekkel az irányzatokkal, még nem igazán tudják, hogy mibe kezdtek bele, mibe fogtak bele, és hogy merre fog vezetni az útjuk. Más irányzatra gondolsz még esetleg? Nem, a Nadin belül még, amit elmondanál. Mivel a Reikivel kezdtem, ezért tényleg határozottan állíthatom, hogy egészen másak voltak az általam tapasztalt érzékelések, illetve a kezelési eljárásoknak az eredményei, illetve a hatásai. Én még mindig azt gondoltam, hogy a Reiki tisztább, nyíltabb, tisztább, számomra úgy fogalmazható meg, hogy fényesebb. A másik egy kicsit sötétebb, rejtelmesebb,
És talán itt kezdett egy kicsit megváltozni minden, mert eleinte, amikor kezeltem, akkor én is, illetve a kezelt személy is, vagy melegséget érzett, vagy bizsergést érzett, ott, ahol éppen gyulladása volt, ott hűvösebb érzetet tapasztalt. Utána viszont nekem voltak olyan érzéseim, hogy vagy az én kezem fájt, tehát az a kezem, amelyikkel éppen kezeltem, tehát vagy a tenyerem fájt, vagy pedig pont az a testrészem, amit neki kezeltem. Tehát én érzékeltem az ő fájdalmát. Nem mondom, hogy átvettem, nem tudom, hogy mi történt, nem láttam. De nagyon furcsa érzések voltak, amik korábban nem. A Nadival kapcsolatosan lett volna, ugye következő fokozat az már a mesteri szint lett volna, arra már nem tudtam elmenni. Nem azért, mert nem engedtek, vagy mert nem volt rá lehetőségem, hanem egyszerűen nem bírtam magam rávenni, hogy én egy 4 napos kurzusnak nekifogjak. Úgyhogy Isten adott nekem szabad akaratot és szabadságot arra, hogy azt tegyek, amit én jónak látok, amit én gondolok, és ezzel szemben ők azt mondták, hogy 4 napig akkor én abból a helyiségből ki nem mehetek. Szóval 2 fokozatnál megálltam. A másodiknál megálltam, abból nem lett több. A Naditól merre vitt tovább az utat? Most érdekes módon a Nadi került előtérbe, de még a 2 között voltak más tanfolyamok is. Nem gondolom, hogy számít annyira az időrend. Már nem számít. A családtagom súlyos balesete után a következő évben készültünk ismét nyaralni, és ennek a rémképei nekem előjöttek. A kárhoztató ember is, aki ott beszólogatott, hogy aki miatt is azt gondoltam, hogy az én hibám az, hogy édesanyámmal az történt, ami. Hát az a súlyos baleset, és ahogy közeledett a nyaralás, családi nyaralásra készültünk, egyre több lett a félelmem, egyre több lett a... Ez még a Reiki és a Nadi között, tehát a Nadi előtt. Igen. Egyre több rémképen volt, ami így elém vetítődött, hogy mi fog történni a következő nyaralás alkalmával, és minél közelebb értünk a nyaralás időpontjához, minél közelebb kerültünk, annál jobban nyomasztott, annál mélyebbek voltak a félelmeim éjjel is, nappal is, és nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tudtam, hogy ha így megyünk neki, akkor én fogom bevonzani a következő balesetet, és én erre próbáltam megoldást keresni. Ismeretségi körből volt valaki, akiről hallottam, hogy korábban végzett egy tanfolyamot, ami esetleg segíthet. Volt a Theta Healing, nekem is voltak egyébként félelmeim, és a Theta Healinggel én majd blokkokat tudok oldani, bármit fel tudok oldani, tehát egy meditációs technikával feljutok a teremtés szintjére, nagyon jól hangzik én, és én ott kicserélgetek mindent, ami nekem nem tetszik az életemben, nem nagyszerű. Bemegyek az aranyboltba, és leveszem az aranytömböket, a szemetet meg ott hagyom, ami nekem nem kell, még ha én gyűjtöttem be akkor is. Az érdekes, hogy a minap beszélgettem a transzhumanizmusról, és érdekes módon a transzhumanizmusnak is ez az egyik alap elképzelése. Tehát maga a szellemiség ugyanaz, a 2 jelenség mögött. A spirituális és az úgynevezett tudományos, vagy áltudományos jelenség mögött. Mert a transzhumanizmusnak is az volna a lényege egyébként, hogy kicserégessük azt, ami nekünk nem tetszik. A betegség, az öregedés és a nem önként vállalt halál meg társai. Tehát ugyanaz a szellemiség van mögötte. Nekem ez így
annélkül, hogy akarnám, feltűnt, és a szemem elé került, hogy ez az analógia a két, mondjam azt, mozgalom vagy jelenség között. Bár látszólag a köntös szerint a kettő különbözik egymástól, de viszont alapjában véve, lényegében nézve, ugyanaz a lényege mind a kettőnek. Érdekes módon. Egyik tudományos, doktor, professzor, technika, ilyen köntösben, és a másik meg spirituális, lelki köntösben. Hát ezt a nagyok már állítólag olyan szintre fejlesztették ezt a csereberét, meg a teremtést, hogy már most akár testrészeket is növesztenek. Igen, foghatod a fejed nyugodtan. Hát, ha más hazudott, akkor én is, de fejlődik a technika rendesen. Az autódat is megjavítja, tehát bármilyen életre, helyzetre, minden élethelyzetre, parkolót csinál, tehát minden élethelyzetre használható. Vannak, akik már ezt nagyon profi módon űzik, tehát pikpak egy szinte pár másodperc alatt át tudnak oda kapcsolni. Nyilván a kezdőknek ez még egy pár perces meditációba, illetve vizualizációba kerül, míg oda eljutnak. Hát itt ugye a frekvenciák, ami tehát, hogy az agy éppen milyen frekvencián működik, mely időszak. De egyébként az a, most jut eszembe, ez benne volt az első könyvemben is, hogy az elalvási fázisban, illetve az éppen az ébredési fázisban legaktívabb, legbefogadóbb az agy. Tehát az ellenállás az még gyenge annyira, hogy ne tudjon védekezni, illetve hogy el tudjon utasítani dolgokat, viszont nagyon könnyen befogadó, tehát bármi bejuthat azon keresztül, szinte kontroll nélkül. Az érdekes az, hogy így hallgatlak, azt kell mondjam, hogy hát vannak igaz részek is benne, tehát mint mindenhol. Tehát szerintem ez a megállapítás, amit most elmondtál, ez nem egy hamis megállapítás, mert szerintem ezt bárki megtapasztalhatja, hogy valamelyest ez így van, hogy mondod, hogy az ember abban a köztes állapotban a legbefogadóbb, úgymond legreceptívebb, különböző ilyen külső ingerekre, akár programozásra, ha úgy tetszik. Igen, és ott a belépési pont lehetősége is, akár a jó számára, akár a gonosz számára is, tehát az a legérzékenyebb pontja az embernek, amikor az elméjébe be tud furakodni. És akkor szerveket növesztettél, vagy? Nem. Autót javítottál? Hát nekem borzalmasan nagy félelmeim voltak akkor is, azért mentem el, tényleg a félelmek elől mentél bele a Theta Healing-be. Azért mentem el, hogy hát, ha tényleg találok egy olyan módszert, amivel én ezt fel tudom oldani, vagy aki tanítja, azt fel tudja bennem oldani, hogy ne így induljak neki az egésznek. A Theta Healing egy bizonyos technikájával ő próbálkozott is, akkor egy kicsit jobban éreztem magam, úgy éreztem, hogy könnyebb, aztán legyen egy-két nap múlva, hogy ugyanúgy visszasüllyedtem szerintem ugyanabban a mélységbe. A kérdésem azon, hogy ezen a ponton már elgondolkodtál azon, hogy az, hogy ugye mesteri szinten voltál Reikivel, és különböző más ilyen, mondjam azt, rejtett, nem mondjam azt, hogy okkóta, nem rejtett tudományokkal. Nem merült fel az a kérdés benned, hogy minek köszönhető az, hogy még mindig vannak filelmeid? Tehát már sokat fejlődtél, már vannak okleveleid, elismervényeid arra vonatkozóan, hogy te tudsz már valamit, és mégis filelmeid vannak. Tehát hogyan tudsz segíteni másoknak? Ez a kérdés nem merült fel akkor még benned? Ez a ponton nem. Érdekes. Tehát akkor azt jelenti, hogy valamilyen szinten kijelenthető az is, hogy ez a tudomány, amit te eddig a pontig elsajátítottál, egy fokú szellemi vakságot is adott neked, kölcsönzött. Mert nem láttad az összefüggést, hogy bár a jót kerested, a gyógyulást kerested, a segítő készséget akartad megnyilvánítani, ugye? Igen. Ennek ellenére mégis félelmeid vannak, és mégis te vagy az, aki segítségre szorulsz. A segítőkészsége nem volt baj, az állandó volt. A segítséget is igyekeztem megadni mindenkinek,
azt gondoltam, hogy ezek az én félelmeim, tehát ezzel majd nekem kell valahogy megküzdeni. Nem hoztam összefüggésbe azzal, hogy én esetleg azért érezhetek intenzívebben ilyen félelmeket. Sose volt olyan nagyon bátor ember egyébként, mert én elmélyültem ezekben a spirituális, ezoterikus dolgokban, akkor nem láttam ilyen összefüggést, vagy nem foglalkoztam vele különösebben, hogy ennek lehet-e oka, ez az oka, vagy más. Ez egy ilyen ösztönös rossz érzés volt az előző családi nyaralás tapasztalata alapján. Szóval ez sem sikerült, nem lettem tőle jobban. Csináltam, gyakoroltam, éreztem, hogy azért nagyon komoly agymunka, rendszeresen belefáradtam, és mondta, hogy hát ez nem, valószínűleg nem ez lesz az én utam. Ezt hamar félre is tettem, illetve volt még más próbálkozásom korábban, két fokozatot végeztem szellemgyógyászatból. Hát az egy kicsit ilyen lájtosabb volt számomra, ott is volt természetesen beavatás, kicsit más típusú volt ott akár a színeknek a tenyérre való érzékelés, hogy más-más az energiája. Ott már elmével próbáltunk tárgyakat mozdítani, illetve ott derült ki igazán, hogy én, mint aki akkor kezdtem el a szellemgyógyászatnak az első két fokozatát végeztem, én, mint aki abban még nem voltam jártas, hogy tényleg jól tudok diagnosztizálni. Tehát nekem ez egy komoly feedback volt, és egy komoly visszajelzés arra, hogy én ezt jól csinálom. A tanárom mondta, hogy hát akkor itt a kezem, mármint a sajátom, és akkor vezessen végig a teste fölött, és mondjam meg, hogy mit találok. És volt olyan hely, amikor azt mondtam, hogy hát itt érzek valamit, de nem merek mondani semmit. És mondtam, hogy mondjam bátran, hogy mi az, amit érzékelek, és mi az, amit gondolok. Kimondtam, és azt mondta, hogy igen, jól érzem, és bár eléggé kényes területen volt a probléma, jelzem, tényleg csak a teste fölött körülbelül 20 centivel húztam végig a kezemet, azt mondta, hogy teljes mértékben jól mondtam, jól diagnosztizáltam azt, hogy neki milyen testi problémája volt. Ott is volt beavatás, megnyugtatott, hogy olyan mestert kaptam magam elé, hogy majd ledöntötte a lábáról. Mondom, hurrá, még egyel több. És de ez így körülbelül ennyiben maradt, azzal nem akartam komolyabban foglalni, nem találtam abban sem olyan területet, amit én tudtam volna kombinálni, már számomra vonzó. Valami más érdekességgel találkoztál, még valami más érdekes tanfolyamot elvégeztél ezeken kívül? Volt még egy. Még egy, oké. A téta után, miután ez nem hozott eredményt, én még mindig kerestem a megoldást, hogy nyaralás előtt legyen valami, tehát én így nem mehetek el nyaralni, hogy ekkora félelmeim vannak. Adja nekem egy olyan kurzus, egy olyan tanfolyamot, egy olyan tudományt, amivel meg lehet az én akaratom. Amely segítségével meg lehet az én akaratom, így van-e? Nem ebben gondolkodtam. Múljanak el a félelmeim, tehát legyen valamilyen módszer, vagy technika, vagy bármi, csak múljanak el ezek a félelmek. A közvetlen környezetemben volt valaki, aki beszélt arról, hogy az egyik kollégája, kolléganője végzett egy tanfolyamot előző év decemberében, és 7 hónapon belül neki olyan látásai voltak, olyan látomásai, szellemvilágnak a látása, illetve hallása. Bocsánat, ez melyik tanfolyam? Ez most, ennek mi a neve? Ez az ingás tanfolyam volt. Ingás tanfolyam. Igen. Amikor gyakorlatilag szellemi entitásokat kérünk arra, hogy mozgassák az ingánkat, és válaszoljanak a kéréseinkre. Nem kérem, hogy mozgassa, de nyilván azon keresztül válaszol. Igen. Igennel vagy nemmel. Igen. Egy picit, mint a brazil Ouija board, ugye? Ahol az a ABC-s tábla. Ezt nem mondanám.
majd később elmondom, hogy miért. Tehát okay. azt nem lehetett használni. Szóval ez a hölgy komoly látást, illetve tehát tisztán látó, illetve tisztán halló lett, ezt mi így fogalmaztuk a spiri körökben, és mondták, hogy esetleg ő tud nekem segíteni. Hát akkor találkoztam életemben először az Ingával, illetve olyan személlyel, aki az Ingán keresztül kap válaszokat, és úgy tűnt, hogy jobban is lettem. Például mondott előre olyan dolgokat, hogy lesz olyan helyzet, amikor veszélye lesz mondjuk kutyatámadásnak, mit kell csinálnom akkor, mit kell mondanom, és valóban úgy volt. Tehát eljártál Ingával való kezelésekre, és működött is. Tehát kaptál konkrét helyzetekre is kaptam útmutatást, hogy nyaralás során az következik be, illetve kaptam olyan útmutatást, hogy milyen színű akárkát, milyen szint viseljek egyáltalán magamon, hány napig, milyen színű gyertyát vigyek magammal, hány órakor gyújtsam meg, mit mondjak. Tehát ezek már ilyen kis szertartások voltak, amiket nekem el kellett akkor végeznem ahhoz, hogy ez jól működjön. Emlékszem, hogy otthon kezdtem el, és még a nyaralás ideje alatt is x napig folytatnom kellett. Ez akkor nagyon hatásosnak tűnt. Jó lett a nyaralás. Egész jó lett. Ha meggyőzött arról, hogy lehet, hogy ezzel is kellene foglalkoznom, miért is ne. Aztán időközben hazajöttünk, és másik családi betegség is történt. Ismeretlen eredetű olyan bőrproblémák, amik soha azelőtt nem kaptak helyet a családban. Nem tudtak vele mit kezdeni, nem tudták gyógyítani, kezelgették, de másik családtagom ugyanúgy szenvedett tőle, hiába volt klinikán, nem gyógyult. Illetve másik családtagomnál pedig egy olyan mértékű fogyás indult meg, nem önként választott fogyás, hanem funkcionális problémák miatt nem tudott enni és inni egyáltalán. Két hétig nem vett magához semmilyen. Nem tudott, nem volt képes lenyelni még vizet sem. Több 10 kilót fogyott ezáltal, és őt szerettük volna megmenteni szintén ingás módszerrel. Kaptam arra lehetőséget, hogy én legyek a közben járó, mivel ő nem Debrecenben élt, hanem a városunkban élt, így én jártam el a hölgyhöz, aki Ingával közvetített. Volt, amikor hangüzenetet is kaptunk az ő védő angyalától, azt kellett közvetítenem, illetve hogy milyen szertartásokat kell neki is elvégeznie, vagy nekem helyette. Illetve kapott látásokat is az ő korábbi problémáiról. Olyan látást kapott egyébként, egy nagyon kedves és ugyanakkor egy határozott hölgy volt, aki nem volt túlzottan érzelgős, de az egyik ilyen látás után olyan sírás tört rá, hogy meg kellett egy kicsit szakítani magát a kezelést, és megkérdezte az égieket, hogy elmondhatja nekem, hogy mit látott. Valami rettenetes dolgot látott az én családtagommal kapcsolatosan, nagyon csúnya erőszakos dolgokat, és végig megkérdezte azt is, hogy miért engedték meg azt neki az égiek, hogy ezt elmondja nekem. És erre az volt a válasz, hogy készüljek fel, hogyha én ezt a tanfolyamot elvégzem, akkor én is kaphatok ilyen látásokat. Tehát ha én erre nem vagyok felkészülve, magyarul mondva, akkor lehet jobb, a távol tartom magam ettől. Ezt így kimondatlanul. Másik alkalommal volt olyan, amikor egy intézetünkben, tehát ott a
környezetemben elhunyt hölgy jelentkezett be, és... Egy halottnak a szelleme. Ez így van, igen. Aki végül is öngyilkos lett, olyan betegsége volt már évtizedek óta, és olyan állapotba került, hogy már azzal nem akarta a családját terhelni, és inkább azt választotta, hogy ő leteszi a földi ruháját, és ő jelentkezett be azzal, valamiért engem nagyon kedvelt, és soha nem tudta megjegyezni a nevemet igazán, de valami hasonló néven szólított, mint ahogy engem is hívnak, és mondta az ingás hölgy, hogy itt van most valaki, aki hozzám jött, és mondta, hogy őt nevezzük Rozikának, Rozikának hívják, és hogy hozzám jött is, és szeretné a segítségemet kérni, mert ő nem tudja, hogy mi történik vele, csak azt érzi, hogy nagyon sötét van, nagyon fél, össze van zavarodva, és segítsek neki valahogy jó irányba kerülni, mert nem tudja, hogy ő ebből hogy tud kilábalni. Az egy számomra megdöbbentő esemény volt. Az ingás, hogy azt mondta, hogy én kérhetem az égieket arra, hogy őt jó irányba tereljék, és jó irányba mozduljon el ez a lélek, hogy ne kóboroljon itt tovább a köztes szférában. Gondoltam, hogy ha ezen múlik, akkor én ezt szívesen kérem, csak kerüljön jó helyre. Hát jó szendék vezérelt akkor is. Ez csak az érdekesség kedvéért mondtam el, hogy ilyen is volt. Aztán az időközben nagyon megfogyatkozott, testileg megfogyatkozott rokonom lelkileg is olyan állapotba került, hogy kilépési pont érkezett el nála, és spiri körökben azt jelentette, hogy a lélek életében, föld életében egyszer, vagy maximum kétszer kapott olyan lehetőséget, hogy elhagyhatta a földet a lelke anélkül, hogy teljesítette volna az itteni feladatát, mindenféle szankció nélkül. Hát azt mondták, hogy kilépési pontja van. Egyébként úgy is érezte magát, tehát annyira leépült fizikailag és lelkileg is olyan mély pontra került, hogy ő azt gondolta, hogy nem baj, hogyha vége. Tehát ő nem bánja azt, hogyha ennek itt vége van. Nem nagyon tudtam volna ezzel a gondolattal meg a ténnyel sem megküzdeni, készült éppen nyaralni, és az ingás hölgy látott egy képet, miszerint egy olyan területre is szeretne menni a nyaralása során, ami számára veszélyes, és elmondta, hogy ott azon a területen hogy fog meghalni az én rokonom. És könyörögbe kértem, hogy ne utazzon el. Azt mondta, hogy nem érdekli, hogyha meghal, akkor sem. Tehát ő elmegy, az lesz az utolsó akkor is. Végül annyit megígért, hogy arra a kirándulásra, arra a területre nem fog elmenni, ahol ezt a veszélyt látták vele kapcsolatosan. Én úgy éreztem, hogy ott elveszett mindent, tehát hogyha ő tényleg meghal, akkor én nem tudok azzal megbirkózni, hogy a másik két családtagom ott marad, és ebbe ők bele fognak lelkileg rokkanni, és én nem vagyok elég erős ahhoz, hogy én tovább segítsem őket ezen a traumán, hogyha ez bekövetkezik. Szóval Istennek hála, szerencsésen megjárta ezt a kirándulást. Hazajött egészségesen, úgy, ahogy egészségesen. Akkor már ott egy kicsit úgy néha jöttek gondolatok a fejemben, hogy túl sok ez. Nem volt ennyi trauma, nem volt ennyi lelki gyötrődés, nem volt ennyi betegség, vagy ha volt is, nem ilyen mértékű. Nem volt ennyi konfliktus, nem volt ennyi mindennapi küzdés,
az életünkben, és most ez így hirtelen, mint egy rázódult volna. Tehát egy nagy fekete felhő teljes tartalma ráborult volna az életünkre. Aztán én gondoltam egy merészet is. Na, majd én megjavítgatom ezt is. És felbuzdulva azon, hogy ezzel az ingával milyen eredményeket lehetett elérni, illetve még igazat is mondott sok esetben, gondoltam, hogy ezzel tényleg lehet javítani dolgokon. Így azon gondolkodtam, hogy elmegyek én is erre a tanfolyamra. Volt egy novemberben, illetve volt egy decemberben. Akkor az ingás hölgy azt mondta még az ősszel, hogy a novemberit nem ajánlja, mert nem vagyok még elég erős hozzá, tehát körülbelül 40%-ban jó nekem, ami azt jelenti, hogy 60%-ban nem jó. Akkor miért is akarnék elmenni? Decemberre akkor még nem mondott semmit, de tudtam, hogy egy éven belül nem lesz következő, tehát úgy éreztem, hogy én lemaradnék valamiről, hogyha nem megyek el. De lehet, hogy inkább csak ez hajtott, mert egyébként nagyon sokat hezitáltam, és csak az utolsó percben jelentkeztem be a tanfolyamra. A karácsony előtt volt körülbelül 2-3 nappal. Aznap, amikor menni kellett a tanfolyamra, aznap hajnalban volt az első olyan élményem, amit úgy nevezünk, hogy alvás paralízis, vagy álom paralízis. Korán keltem, és körülbelül szívredésem előtt egy órával, de egy kerek órakor, nem tudom már, 4 vagy 5 óra volt. Tehát pont van talán 5 órakor. Egy olyan érzésem volt, hogy valami láthatatlan erő belenyom az ágyamba, és szeretnék ebből kiszabadulni, de nem tudok. Nem mozdul se kezem, se lábam. Rángatózna a testem, hogy ebből kiszabaduljak, de nem megy. És segítségért szerettem volna kiáltani, de szólni sem tudtam. Nem tudtam a számmal formálni a szavakat, bárhogy is szerettem volna. És az a küzdés, nem tudom, hogy meddig tartott. Akkor arra ébredtem, hogy folyik a könnyem, és annyit ki tudtam mondani, hogy segítség. Hát így kezdődött az a tanfolyam. Ez volt az első ilyen élményem. Nagyon rossz élmény volt, nagyon-nagyon rossz élmény volt. Akkor még azt gondoltam, hogy egy rossz álom. Tehát akkor még csak álmomban kezdődött, később már ébren is történt. Ez volt az első ilyen alkalom, elmentem a tanfolyamra. Érdekes volt, izgalmas volt, történtek olyan megmagyarázhatatlan dolgok, amiket lehet, hogy nem ismerek mindenki előtt elmondani, illetve a bizonyítékokat, illetve a képeket mindenkinek megmutatni, de elképesztő dolgokat tapasztaltunk ott meg. Itt valami egészen más erőt lehetett érzékelni, valami egészen erős, teljes, erősen intenzív erőt lehetett érzékelni már az elejétől kezdve. Hát azt mondták, hogy persze már, amikor már megjön a döntés, az elhatározás, hogy szeretnél valamilyen tanfolyamon részt venni, akkor már felkészítenek rá, már napokkal előtte formálódsz ahhoz. Az elméleti képzés után gyakorolgattunk az ingával, kaptunk személyre szóló üzeneteket, úgyhogy a tanár a fejünkre tette a kezét, és elmondta, hogy neki az égiek a mi személyünkre szabottan mit adnak. Volt meditáció is, hogy abban milyen ajándékot kaptunk éppen. Ha valaki nem értette, azt lefordították magyarról magyarra. Láttunk olyan fotókat, ami tényleg természet fölötti jelenségeket
mutatott meg annak a tanárnak az otthonában, ahol ő a kezeléseket végezte. Az egyik meditáció után, vagy beavatás volt, vagy csak sima meditáció, én azt tapasztaltam, hogy a bal karom teljesen lebénult. Hát finoman fogalmazunk, akkor lezsibbadt, de nem, tehát lebénult. És akkor megnyugtattak, hogy hát ez annak a jele, hogy én akkor abba kapom az erőt, mert hogy akkor én a gyógyítás ajándékát kapom. Tehát fél órán keresztül semmire nem tudtam használni a kezemet, még a kis ujjamat sem tudtam megmozdítani, de megnyugtattak, hogy ez el fog múlni. Hát elmúlt, hú, mondom, de jó, kaptam valami jó kis erőt. Már azért ott voltak kétségeim, meg kicsit ijesztő volt a légkör néha. Az ingás módszernek az a lényege, hogy az ingatáblákon lévő, vagy az ingához tartozó táblákon lévő, hát ez nem is szimbólum, úgy néz ki, mint egy virágocska. Középen van egy kör, oda kell a fölé helyezni az ingát, és abból, mint egy ilyen virágszirmocskák lennének, arra vannak szavak, vagy rövid szövegek írva, amerre kimozdul az inga, nyilván ott kell kombinálni. Tehát meg kell tanulni jól kérdezni, és meg kell tanulni jól összeolvasni a válaszokat, mert ezek csak szavakat jelentettek, vagy szavak voltak felírva ezekre a szirmocskákra. Ami elbizonytalanított egy picikét, az egyik csoportársunk megkérdezte, hogy hát gyorsabban és konkrétabban lehetne kérdezni, illetve válaszolni, hogyha a szirmocskákra nem egy-egy szót írnánk fel, hanem egy-egy betűt. És a kérdésre akkor konkrét választ tudnánk kapni. Tehát teljes szavakat, mondatokat, és erre csak annyi volt a tanár részéről a reakció, ami engem egy kicsit megijesztett, soha azelőtt nem tapasztaltam ilyet, csak annyit mondott rá, hogy azt ne. Nem fejtette ki bővebben, hogy miért nem, de nagyon határozott volt, és kicsit riasztó is, amilyen határozottsággal ezt kijelentette, illetve utasított minket, hogy ezt ne alkalmazzuk. A gyakorlások után a végére meghirdetett beavatásra jöhettek olyanok is, akik korábban végeztek. Viszonylag jelképes összegért eljöhettek ők is, és kaphattak frissített beavatást. Természetesen sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Megkezdődött maga a beavatási szertartás. Közös ime volt, kapta, tehát mindenki egyesével kapott személyes üzenetet, illetve fejünkre tett kézzel azt, amit meg kellett kapjunk. Nagyon, számomra nagyon riasztó, nagyon érdekes volt a légkör. Tehát ha fizikai személyeket tekintjük, akkor beszélhettünk mondjuk, hogy 30 főről, de mégis azt éreztem, hogy ha valamilyen technikával ezt az egész teret meg lehetne úgy világítani, hogy minden élő lény, tehát minden lélek látszik, amelyik jelen van, így fogalmaznék, hogy minden entitás, minden lélek látszik, amelyik jelen van, akkor így plafontól, a padlóig, faltól, falig minden biztos, hogy mindent, tehát ott olyan intenzív, olyan erős jelenlét volt, olyan szinte sűrű volt a levegő, hogy én még ilyet soha nem tapasztaltam azelőtt. Valahol érdekes is volt, kicsit izgalmas. Hát ezzel a beavatással vége is lett a tanfolyamnak. Az egyik csoporttársam felajánlotta, hogy levisz a pályaudvarra a hegyről. Nagyon csúnya idő volt, olyan sűrű köd volt, hogy körülbelül 5 méterre lehetett, 5-10 méterre lehetett maximum látni az autóból. Ugye nem sokkal voltunk a beavatás után,
én már mikor beszálltam az autóba, éreztem, hogy valami nagyon nem oké, valami nagyon komoly rosszulét kerülgetett. Úgy éreztem, mintha belülről szét akarnának szedni. Olyan fizikai érzésem volt, mint amikor két kisgyerek cibálja a kis plüsmacit, vagy a ronybabát, hogy az enyém, mintha ilyen belső küzdelem lett volna a testemen belül, vagy mintha valami ott éppen gyökeret vert volna, lakozást vett volna. Légszomjam volt, nem kaptam levegőt, nagyon erős, nagyon heves szívdobogásom volt. Szinte kimerevedett az egész testem, hogy valahogy oxigénhez jussak, illetve remegett kezem, lábam. A csoportársam megkérdezte, hogy akkor most hova vigyen, kórházba, vagy vigyen a pályaudvarra, mondta, hogy vigyen a pályaudvarra, az akarok valahogy jutni. Én nem tudtam, hogy már még vált rám egy pár száz kilométer, de azt éreztem, hogyha engem kórházba visz, ezzel nem fognak tudni mit kezdeni. Fejebb ott tartanak egy éjszakára, de nem metek úgy oda, hogy éppen most volt beavatásom, és biztos attól vagyok rosszul. Hát a táskámat alig tudta a kezembe adni a csoporttársam, annyira remegett a kezem, nem tudom, hogy vonszoltam el magam a vonatig. Felszálltam, ott kezdett kicsit enyhülni, és akkor utána otthon már kezdődtek a házi feladatok megoldásai. Nyilván kaptunk feladatokat, hogy életünk ilyen-olyan területeit, hogy kell kitisztítani, átnézni. Ugye a tanfolyamon megtanultuk azt, hogy kinek hogy válaszol az inga. Ha ilyen irányba mozdult, akkor igen, ha olyan irányba nem, ha pedig körözött, akkor pedig tisztítás folyt. Tehát megkaptuk a házi feladatokat, én szorgalmasan csináltam mindent, én mindig szorgalmas gyerek voltam. És még másoknál egészen jól ment, és nagyon jó eredményeik voltak, és az életük minden helyzetére pontos választ kaptak, és minden úgy történt, ahogy volt. Nálam valahogy ez úgy érezte, hogy mindig hazugságba torkollott, és így kicsit mérgesen, hát ha más látta volna, akkor azt látja, hogy bolond beszél magában, de hogy ezt a technikát is szerettem volna kombinálni a többivel, és mondta, hogy én ezzel így nem tudok kiállni emberek elé, ha nem úgy van, ahogy az inga mutatja. Tehát konkrétan azt tudtam mondani, hogy hazudik. Tehát nem úgy volt, amit korábban az inga nekem megmutatott, nem az következett. Másnál pedig igen, és nem értettem ezt a helyzetet. Nem kellett hozzá túl sok idő, körülbelül 3-4 hónap múlva, most így érdekesen hangzik, de az ingám elromlott. Tehát olyan érthetetlen válaszok jöttek, és olyan akár 1-2 órán keresztül is hiába használtam az ingámat, ugyanoda jutottam vissza, amikor visszakérdeztem ellenőrző kérdésként, hogy akkor most hol tartunk. Megint kezdhettem előről az egészet, tehát órákat töltöttem azzal, hogy fényoldalra kerüljek, hogy javítgassak valamit, és végül semmire nem jutottam vele, vagy értelmezhetetlen válaszok következtek. Májusban volt egy továbbképzés, én már arra úgy mentem el, hogy jeleztem, hogy nem működik az ingám. De nem baj, majd itt helyrehozzuk. És akkor is kaptunk személyes kijelentéseket. Sajnos már nem mindenre emlékszem, illetve nem sajnos, mert azt gondolom, hogy Isten azért már elég sok mindent kitörölt a fejemből azért, hogy ennek már még emlékképe sem maradjon. Konkrétan nem emlékszem, hogy akkor milyen üzenetet kaptam, valamit a gyógyítással kapcsolatosan, és mondta is a tanárunk, hogy próbáljam meg az ingát, hogy most hát ha fog működni, mondtam, hogy semmi. Az érzékelésem ott is javult, ott is voltak olyan új feladatok, amik megint csak azt mutatták, hogy nekem a gyógyítással kell foglalkoznom. Aztán a tanfolyam végén még az egyedi közléseknél annyit mondtak, hogy másoknál ez
hónapokba, évekbe telt, míg őket átformálták, áttisztították az égiek arra, hogy alkalmassá tegyék őket, képessé tegyék őket az égi küldetésük teljesítésére, hogy feladataikat tudják itt teljesíteni a Földön, és hát nálam ez egy intenzív időszak, másfél-két hónap maximum, és nálam is be fog állni minden. Közben elmentem nyaralni, próbálgattam az inget, de ugyanúgy nem kaptam, nem jutottam semmire. Néha megpróbáltam, nem használtam rendszeresen, csak néha próbálkoztam, és ugye az ígért időpont végére sem javult semmi, sőt, én már fizikailag egyre jobb, egyre rosszabbul éreztem magam, egyre jobban megrogyott az egészségem. Ebben az időszakban már nagyon sok fájdalmam volt, görcseim voltak, éles hasító fájdalmaim voltak olyan területek, ahol heteken keresztül voltak különböző vérzéses tüneteim, vérhányásom, és akkor már nagyon sok félelmem volt, nem csak nappal hangok és képek formájában, hanem éjszakai jelenlétek által. Éjszaka úgy ébredtem, hogy ilyen hajnal 2-3 körül, hogy rettegek, tehát érzem, hogy nem vagyok egyedül a szobában, és éreztem azt a fagyos hideget az arcomnál, éreztem azt a jelenlétet, ami olyan rettegést generált bennem, hogy reggelig az ágy szélén ülve sírtam. Enni nem tudtam, akkor én még ugye egy bizonyos tanfolyam miatt vega voltam, de már az sem számított, hogy eszem egyáltalán, vagy nem. Azért tettem, mert tudtam, hogy kell az életben maradáshoz, de nem érdekelt, hogy mit. De sokszor nem is maradt meg bennem. Hát a 13 éves korombeli súlyomhoz képest csupán 2 kilóval voltam, több már, elhullott a hajam. Körülbelül úgy néztem ki, mint egy zombi. Nem tudom ma sem, hogy láttam el akkor a munkámat. Közben természetesen dolgoztam. Szóval a meghatározott idő végére, amikor én már fizikailag és lelkileg is nagyon rossz állapotban voltam, próbáltam a tanártól, aki megígért, hogy segíteni fog, addig nem rendeződnek a dolgok, nem működik az inga, nem haladok sehova. Próbáltam tőle segítséget kérni, hogy nem. Azt mondta, hogy bocs, mégsem tudok most segíteni, őt éppen akkor állították le az égiek, hogy senkinek nem közvetíthet, senkinek nem segíthet, mert hogy éppen magas vérnyomása van, és neki most csak magával kell foglalkoznia. Én úgy éreztem, hogy a belőlem kitörő vulkánt, vagy kitörni akaró vulkánt érezhette meg ő, hogy még véletlenül se tudjak a helyemre kerülni, tehát nem kaptam tőle segítséget, nem kaptam azoktól segítséget, akik szintén végeztek hasonló tanfolyamot. Jó szándékkal próbáltak néha egy-egy ötlettel szolgálni, hogy még mit próbáljak meg, milyen imával, milyen színű védelmet, hány rétegben, milyen gyertyákkal, milyen színű gyertyákkal, hány darabból, hány percig égetve, hány napon keresztül, ilyen szertartásokkal. Nagyon sok mindent próbáltam. Régire egy kis mestertársamat is felhívtam, aki tudtam, hogy ezt elvégezte, bár ő nem foglalkozott ezzel, és kértem tőle, hogy nézzem már rám, nem tudom, hogy mi történik, de hát, ha ő lát valamit, amit én nem, és azt mondta, hogy figyelj, én letettem az ingát, hazudik. Ilyen egyszerűséggel jelentette ki, tehát ő nagyon hamar megszabadult tőle, családi betegségen keresztül vette vissza, hogy próbáljon segíteni az édesapjának, mindent úgy csinálta, hogy az inga mondta, és az édesapja meghalt. Ennek ellenére. Családom azt látta, hogy fogyok el, sorvadok el, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Nem tudták, hogy mi történik körülöttem, én nem
mertem erről beszélni. Azt tudták, azt valahogy érezték, hogy az inga az nem jó, hogy ők, hogy amikor ott vagyok náluk, akkor ne használjam. És hogy rájuk vonatkozóan se kérdezzek meg, ne csináljak semmit. Valamit ők éreztek. Aztán még kaptam egy ötletet, hogy milyen meditációkat próbáljak meg, de azokban a hetekben már nem voltam képes semmire. Már nem elfogyott az erőm, nem éreztem azt, hogy én bármire is képes lennék, hogy én ezt helyrehozzam, vagy megjavítsam. Úgy valami hívogatott, vagy valaki hívogatott. A végső kétségbeesés, illetve a hívó szó, biztos vagyok benne, hogy ez a kettő eredményezte azt, hogy elkezdtem olyan könyveket és olyan filmeket nézni, ami Istenről szól. És semmi mással nem voltam már képes foglalkozni, és hiába ajánlottak bármilyen könyvet, meditációt, tényleg azt mondtam, hogy értsétek meg, nem vagyok képes már mást a kezembe venni, vagy nézni, vagy olvasni, csak ami Istenről szól. Nem értettem ezt, hogy miért történik is. De még ott talán láttam egy kis esélyt arra, hogy ott még talán van egy segítőkéz, amelyik értem nyúlhat. Aztán a nappali fizikai gyötrések, a félelmek, a képi megjelenítések, az éjszakai rettegések olyan fizikai és lelki mélypontot hoztak az életembe, hogy azon gondolkodtam, hogy melyik a rosszabb, a léleknek vagy a testnek a halála. Hasonló volt a korábbi eseményhez, ami pár évvel korábban történt, és egyszer megint úgy mentem haza, hogy nagyon-nagyon gyötörtek, és mégszem csak ledobtam a táskámat, és földre estem. Tehát nem mint a zsák, egyszerűen térdre estem. És zokogva tört ki belőlem egy segélykiáltás Istenhez, hogy én nem tudom, hogy mi történik körülöttem, és nem tudom, hogy van-e még bármilyen esély vagy lehetőség arra, hogy én ebből bárhogy kiszabaduljak, vagy bárhogy jóvá tegyem. Hogyha lelki fájdalom elmúlik azzal, hogy meghal a testem, és akkor legyen úgy. Én arra is kész vagyok, bármire kész vagyok, csak szűnjön meg, múljon el ez az egész, és sírva könyörögve kértem Istent, hogy segítsen. Én nem tudom, hogy én mindent megtettem, és kész vagyok mindent odaadni. Bármit kér. Nem tudom, meddig voltam a földön. Szerintem egy pár órát biztos, hogy addig sírtam, amíg ott ki nem jött belőlem minden. A utóbbi hónapoknak az összes fájdalma is kínja, és akkor már mindegy volt, hogyha tényleg ott lesz vége mindennek. Egy ilyen mérhetetlen nyugalom tölt rám utána. Azt tudom, azt akartam, hogy ne legyen több tévedés, ne legyen több félrevezetés, ne legyen több ingával való istenként történő bemutatkozás, hogy ne legyen több megtévesztés, hogy én csak az igazságot szeretném. Ott valami történt. Úgy éreztem, hogy ott meghallgatott Isten. Vagy legalábbis akkor megnyugodtam, hogy kisírtam magam. Aztán olyan 2-3 nappal később a barátnőm, aki végül is mindig mellettem volt, és ő mindig hívő emberként próbált hozzám közelíteni, persze nem foglalkoztam vele, mert nem érdekelt, amit mondott, nem is érintett meg. Ő hívott el egy kerti beszélgetésre a hétvégére. Tőlem meglepő módon igent mondtam rá, és örömmel mondtam igent. És
beszélt ő nekem Istenről és Jézusról, és valahogy úgy beszélt róla, hogy most értettem. Sok-sok évvel ezelőtt próbáltam olvasni a Bibliát, elkezdtem, de nagyon hamar letettem, nem volt az én olvasmányom, de most valahogy értettem, amiről beszél. Sőt, kérdezgettem, és érdekes volt, és még többet akartam róla tudni. És mondta, hogy ad nekem olvasmányokat is, meg beszélgethetünk még erről bármikor, és a végén imádkozott értem. Nem tudom, semmire nem emlékszem az imából. Azt tudom, hogy imádkozott, én mert csak zokogtam, nem tudtam abba hagyni a sírást. És akkor éreztem azt, hogy ott valami megérintett engem, vagy valaki megérintett engem. Azt éreztem, hogy talán ezzel a nappal kezdődhet el az új életem. Javasolta, hogy kérdeztem, hogy akkor merre tovább, hogyan tovább is. Hogy kezdjem az evangéliumokkal. Faltam. Minden nap akartam, minden nap olvastam, és nem azért, mert azt mondta, hanem mert szívem vágya volt, mert minél többet meg akartam róla tudni, minél többet meg akartam arról a Jézusról tudni, aki új életet adott nekem. Hogy már az első néhány nap után a rettegéseim, azok nagyon hamar megszűntek, mert bizony, ahol Jézus lakozást vett, ott aztán a gonosznak nincs helye tovább. Haladtam az evangéliumokkal, és egyre több megértést kaptam. Értettem is, és egyre több jobb érzésem támadt, egyre nagyobb megnyugvásaim voltak, olyan Biblia szerinti minden értelmet felülmúló békességem volt, hogy percenként körülbelül kétszer vettem levegőt. Szinte nem mozgott a mellkasom, ki akartam próbálni, hogy milyen nekem lélegzetvétel nélkül, hanem mert olyan békesség volt rajtam, hogy nem volt rá szükségem. Úgy éreztem, hogy valami csodálatos, tényleg kegyelmes dologban van részem is. És hihetetlen volt a számomra, hogy azok után, amiket elkövettem, hogy nekem már hányszor meg kellett volna halnom is. És az a szemét kupac, ami voltam, Isten Jézus által mondhatni arannyá változhatott, és új értelmet adott az életemnek. Hogy ő soha nem mondott le rólam, hogy ő kommunikált velem akkor is, amikor rejkiztem, akkor is, amikor ingáztam. Ingával is beszélt hozzám, igen, YouTube-on keresztül is beszélt hozzám. És soha nem mondott le rólam is, és kaptam még egy esélyt arra, hogy tisztán lássak, hogy hálás szívem mondhatom azt, hogy megnyitotta a szemeimet arra, hogy mi az igazság, és tényleg mi az élet. Hát, ha valaki ilyen mélységbe kerül, illetve ezotériával és spiritualitással foglalkozik addig, amíg energiagyógyászattal, vagy energiaközvetítéssel foglalkozik, addig idézőjelben csak egy sima csatorna, tehát közvetít. Használják, halad keresztül rajta valami, amit közvetít másoknak. A direkt módon történő kapcsolatfelvétel a szellemvilággal az már egészen más. Tehát ott már konkrét, személyes kapcsolatunk van a láthatatlan világgal. Ez a pokolangyala, a szellemidéző, az valóban egy kapu, az egy átjáró. Ha azt valaki beengedi, megnyitja magát neki,
azt nem lehet könnyen elküldeni. Azon keresztül aztán jönnek csőstől, akkor nem lesz vége. Tehát erre az egyetlen gyógyír, az egyetlen megoldás, a szabadulás egyetlen módja. A győzelem az csak és kizárólag Jézusban van. Ezt máshogy nem lehetett bezárni, ezt a csatornát, ezt a kaput. A nagy tanulsága ennek az egésznek, és még talán nem is mondtam el minden részletet, hogy jó lenne tudniuk az embereknek, hogy akkor, amikor ilyesmivel foglalkoznak, akár kíváncsiságból, akár azért, mert érdekes, vagy mert jót akarnak valakinek, nem játék. Nem lehet egy olyan világba belenyúlni kíváncsiságból és játékból és vagányságból, amire Isten azt mondta, hogy elzártam. Amivel embernek nem kell foglalkoznia. És én nagyon szeretném, hogyha ezt akik ezt a hanganyagot meghallgatták, komolyan vennék azt, hogy és megfontolnák azt, hogy miben nyúlnak bele az emberek akkor, amikor az ezotériába, a spiritualitásba szeretnének elmélyülni és felvenni a kapcsolatot a láthatatlan világgal. Hogy milyen nyomorúságot hoznak nem csak a saját életükre, ha az érintett személy, aki ezzel foglalkozik, nem annyira érzékeny mondjuk erre, mint én, akkor meg fogják találni az érzékeny pontját. És lehet, hogy ez most fájdalmas lesz, amit mondok, de mindenkinek van érzékeny pontja. Kinek az anyagi helyzete, kinek a karrierje, és ami a legrosszabb, kinek a családtagjai, édesanyja, édesapja, férje, felesége, gyermeke. Ha nem rajta keresztül hat ez az erő, akkor a családon keresztül fog. Az új életemmel a határozottan jobb lett a családomnak az egészségi állapota és az élete is. Gyógyítások nélkül nagyon sok mindenből szépen felgyógyultak, egészségesek, szépen felhíztak, és ez még az én segítségem sem kellett, csak ahhoz, hogy megtaláljam a fényes utat, megtaláljam a szűk, a keskeny ösvényt, ami most már életem végig járni szeretnék. Dicsőség Istennek! És meg szabad azt kérdezni, hogy milyen vallási felekezethez szegődtél el? Nem szegődtem sehova. Jézushoz szegődtem. Semmilyen felekezethez nem tartozom. Lehet őt ismerni a felekezetek nélkül is, meg lehet őt ismerni ezek szerint? Tekintve, hogy én elég sok félrevezetést és elég kemény félrevezetést kaptam megtérésem után, volt, akitől kérjek ebben abban tanácsot és segítséget, inkább iránymutatást, hogy hogyan tudok jobban haladni, hogyan tudom jobban megismerni Istent, hogyan tudom, bár az már egy belső késztetés, a szívem vágya volt, hogy ne csak fejben érezzem azt, hogy mi történt ott a kereszten, hanem szívben is, hogy a szívembe írja be a keresztnek a jelentőségét, ne az elmémbe. És iránymutatást kaptam hozzá, de én azt gondolom, hogy a legfőbb tanítóm az Isten, a legfőbb tanítóm Jézus, és nem kellett az én esetemben nem kellett eljárnom olyan közösségbe, ahol én erről felvilágosítást vagy nagyobb tanításokat kaphattam.
én az elején úgy imádkoztam, és azt kértem Istentől, hogy én nem akarok több tévedést, tehát engem ne tanítgassonnak emberek, én nem akarok arkangyalokkal, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, nem akarok arkangyalokkal, angyalokkal üzletelni, senkivel nem akarok beszélgetni. Ha nekem Jézus élete, Jézus halála megteremtötte, megadta arra a lehetőséget, hogy nekem direkt kapcsolatom legyen Istennel. Azt a kárpitot ketté hasította, és én bármikor bemehetek a Szentek Szentjébe, és én Istennel beszélhetek, akkor én ezzel a lehetőséggel szeretnék élni, és én köszönöm szépen, de én mástól nem kérek tanítást. Nem tudom, hogy mindent jól tudok-e, biztos, hogy nem. De törekszem rá, és sok esetben vannak kérdéseim, de tudom, hogy szívem szerint mindig az igazságot szeretném tudni, ami van, hogy fáj, van, hogy nem esik jól, de az igazság az mindig jobb. És azáltal tudok közelebb kerülni hozzá. Tehát nekem ez nem kellett felekezet. És megmondom őszintén, nem szerettem volna elkötelezni magam egy bizonyos látásra. Mert ha ott is megvan a tévedés veszélye, akkor én attól inkább szeretném távol tartani magam. Nem mondta senki, hogy így csináljam, ez egy ilyen belső késztetés volt. És voltak tapasztalataid keresztény felekezetekkel, gyülekezetekkel, esetleg láttál hasonló dolgokat a kereszténységben és az ezotériában? Igen, ez egy érdekes téma. Megtérésem után, miután visszataláltam Isten, az visszafogadott kegyelméből. Azt gondoltam, hogy én most már biztonságban vagyok. De hát ugye jó munkása voltam én a másik oldalnak is. Elég hiteles voltam ahhoz, hogy szállítsam hozzá a tömegeket azáltal, amit csináltam. Nagyon hitelesen képviseltem a gonoszt. Mindezt mosolyogva és jó szándékkal becsomagolva. Tehát ha jó munkása voltam a gonosznak, akkor nem fog könnyen elengedni. Kaptam kísértéseket utána. Az egyik például az volt, nyilván nem jött hirtelen minden felismerés és tudás a fejembe. Gondoltam, hogy hát ha rejki, az még maradhat, mert az egy szeretett energia. Nem voltam még annyira képben, és azt én viszonylag tisztának éreztem. Természetesen utána rájöttem, hogy az sem maradhat. Az egyik kísértés az volt, hogy megtérésem után néhány hónappal jött egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy tudja, hogy mivel foglalkozom. Azt nem tudta, hogy már csak foglalkoztam. És van egy magánrendelőjük, ahol mindenféle terápiás módszereket folytatnak, tehát nem spirituális, ezoterikus terápiáról beszélünk, de azt mondta, hogy ott van a rendelő, nézzem meg, hogy mikor szabad, amikor szabad, ingyen és bérmentve bármikor használhatom. És igen, én főállásban szerettem volna ezzel foglalkozni, bár azért nem mindent tudtam összeegyeztetni, hogyha én ezt főállásban fogom csinálni, akkor én ebből hogy fogok megélni. Ez így fejben nem állt össze, mert pénzt miért? Azt... Igen? Csak ezt akartam kérdezni, hogy miért nem állt össze fejben ez? Nem tudtam érte pénzt kérni. Mondták mindig, hogy maradjon meg az adok-kapok egyensúly, én is áldoztam rá időt, pénzt, sok munkám van benne, nyilván, hogyha kezelek, akkor is sok energiát fektetek bele, szellemi, lelki munka, de nem tudtam érte pénzt kérni. Szóval ez volt az egyik kísértés, utána pedig még egy jó darabig, illetve egy idő után megint éreztem az energiát a tenyeremben,
És akkor így elgondolkodtam, hogy hát most akkor megtisztítva visszakapom, és használnom kellene, vagy ez még a másik oldalnak a próbálkozása. Mindent Isten elé vittem, mindent. Tehát, amit korábban az ingától kérdeztem meg, azt én ott mint így raklapszámra szállítottam Isten elé, hogy nekem adjon abban tisztán látást, de egyértelműen, de határozottan, mert én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy elindul az agyam, és akkor képzelgek, vagy úgy gondolom, hogy ez tőlem van, vagy a gonosztól, nem tudtam eldönteni, így mindig kértem megerősítést is. Így a következő kísértés pedig azon keresztül érkezett, hogy a bizonyos, mondták, hogy kell gyülekezetbe járni, hát azért indultam, mert azt mondták, hogy kell. Nem annyira tetszett nekem ez a szó, hogy kell. Egy évig sehol nem voltam hajlandó menni, egy évig én csak és kizárólag tanulni szerettem volna Istent megismerni, hogy tud munkálkodni rajtam keresztül, vagy az én életemben egyáltalán. Utána próbálkoztam egy karizmatikus gyülekezetbe eljártam. Ott voltak érdekes megtapasztalásaim. Nem annyira éreztem otthon magam abban. Hát ilyen ifjú keresztényként még egy keresztény konferenciára is elmentem, mondhatni keresztény konferencia, ahol úgy láttam érdekes dolgokat, de hát gondoltam, biztos én vagyok még kicsi keresztény, hát mit tudhatom én, hogy megy ez. Hullottak az emberek, mint a legyek, főleg hanyat, meg rászkódtak. Aztán, de akkor is úgy voltam vele, hogy közben imádkoztam. Én nem tudom, nekem ezek a dolgok honnan jöttek, de imádkoztam. Mindig az utolsó sorba ültem, a menekülési pályát mindig meghagytam magamnak. És akkor is imádkoztam azért, hogy édes Isten, hogy ha most nem jó helyen vagyok, akkor hogy csak olyat engedjen be, ami tőle való, ami tiszta. Ha itt van bármi olyan, ami nem tőle való, akármilyen érdekes és izgalmas is, azt én nem kérem. És bár elvileg kaptam impartációt, mint a többiek, tehát a homlokkamra tett a pásztor a kezét, de... Mint korábban beavatások alkalmával, igen. Hát itt nem volt semmi csiribiri, meg duruzslás, ez csak így simán a homlokomra tette a kezét, de nem történt semmi. Istennek hála. Aztán viszont más úgynevezett missziós házba ilyen-olyan alkalmakra is elhívtak. Volt külföldi próféta, úgy nevezték, hogy próféta. A városomban abban a gyülekezetbe elmentem, és valami olyan történt, ami nekem is furcsa volt. Életemben először a mellettem lévő ismeretlen fiatalembernek, akit soha nem láttam, azelőtt semmit nem tudtam róla, sőt, még a jelenlévőket sem nagyon ismertem. Olyat profitáltam, hogy ő nézett a legnagyobbat, aztán én is mikor megtudtam, hogy ő kicsoda. Egy másik karizmatikus gyülekezetnek volt az igen erőteljes tagja. És neki akkor is voltak ilyen fizikai hát nem is tudom, kivetülései az ő megtapasztalásainak. Ilyen remegő kezei, lábai voltak, és ahogy profétáltam, utána átöleltem, majd kiugrott a szíve, azt éreztem, és így belecsuklott a karjaimba. Valami ott történhetett, nem tudom, hogy pont ezzel az alkalommal, vagy egy másikkal, de ez a fiatal ember hívott el utána egy olyan akkor alakuló kis közösségbe, ahol többnyire akkor dicsőítés folyt. Abban a házban csuklott meg először a térdem, és én úgy éreztem, hogy valami nagyon komoly jelenlét van. Tehát volt valami jelenlét, igen. Tehát én azért elég stabilan állok a lábaimon, de ott egy kicsit megrogytam. Nem is egyszer. Maga az alkalom az elég jó volt, többnyire dicsőítés volt, tehát az, én azt gondolom, hogy az magával vitte az embert, lehet, hogy pont ez nyitott kaput megint valaminek.
Aztán rendszeresen kezdtek oda szervezni alkalmakat, elmentem még egyre, egy nagyon jó barátommal, és amikor leültünk, akkor éreztem azt, hogy ment a dicsőítő zene, de éreztem, hogy valami nem stimmel. Olyan rosszulét kezdett rajtam eluralkodni, mint majdnem olyan mértékű, mint a legutolsó beavatásom után. Hát olyan belső feszültségem volt, és olyan gyomor remegésem, szívdobogásom, és már szinte folyt a könnyem, hogy nem értettem, hogy mi ez. És kimentem, hogy egy kicsit összeszedjem magam friss levegőre, és tudtam, hogy ott valami azzal a helyszínnel, azzal a szellemiséggel nem stimmel. Egy másik alkalommal, ahova pedig elhívtak, ott pedig a zenén keresztül kaptam ilyen érzékelést, hogy nem tudtam elengedni magam, nem tudtam átszellemülni a zenén keresztül, ami korábban azért egészen jól ment, és nem értettem, hogy miért van ez, és kimentem, sarokba elhúzottam, és kérdeztem az urat, hogy de hát most mi történik, én nem értem, hogy ez most miért van körülöttem ez a fal. És csak annyit mondott, hogy csak várj és figyelj. Csak várj és figyelj. Ültem a helyemen, és utána ott is kezdtek potyogni az emberek, akkor még nem annyira, de már a fiatalok fetrengtek, mint akik be vannak tépve, és akkor nekem úgy elég is lett az egészből, és én még idő előtt elmentem, utána mondták, hogy jöttek ilyen rázkódós élmények, illetve hanyattesések, úgymond gyógyításokkal. Hát nekem ennek a nagy tapasztalata az lett, hogy az, ami korábban az ellenségem volt, az érzékelésem, az most a védelmemmé vált. Tehát, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra válik, hogy ezt is jóra fordította Isten az életemben, és ami a lidérceket, illetve a lidérces éjszakákat és nappalokat okozták, azok az érzékelések, azok most a védelmemet szolgálják. Így aztán a tapasztalatom alapján azt láttam, hogy karizmatikusabb, erősen karizmatikus gyülekezetekben az élményhajhászása fontos, tehát ha nincs valamilyen élmény, akkor úgy gondolják, hogy nincs ott Isten jelenléte, Isten nem munkálkodik az életükben, Isten nincs jelen, tehát élményhez kötik azt, hogy nekik személyes kapcsolatuk legyen Istennel. Szóval még ezen keresztül is kaptam meg kísértést, na aztán megint bevágtam a féket két lábbal, és azóta megint még óvatosabb vagyok, hogy honnan mit fogadok el, és igyekszem a józanság szellemét örök utitársamul fogadni, illetve a szellemek megkülönböztetésének képességét kérem az Úrtól, hogy tisztán láthassak, hogy mi milyen forrásból származik. Hát kívánom, hogy adja meg neked a folyamatosan mindenható Isten a szellemek és a szellemiségek megkülönböztetésének a képességét, mert arra mindannyiunknak szükségünk van. És a kísértések és a kis értések egyre növekednek sajnos a világunkban. Ezért nagy szükségünk van erre a látásra, amihez nincsen szükségünk sem ingára, semmilyenféle segédeszközre, semmilyen tanfolyamra. Persze, amíg te itt beszéltél nekem folyamatosan, mint a borús égből a villámok villantak be Jézus beszédei mindennel kapcsolatosan, és nyilván Isten kijelentései a proféták által. Amikor azt mondta, hogy ugye hát biztos most már neked is van tudomásod arról, hogy amiben részt vettél jó hiszeműen, mint igazságkereső, jó szándékú ember, aki segíteni akart embertársain, azt az Ószövetségben úgy nevezik, hogy boszorkányság.
jóslás, halott idézés. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyekbe, hogyha valaki belekerül, és benne is marad, tehát nem tud kijönni belőle, sajnos a lelkével játszik. Tehát akár menthetetlenné is válhat. Elveszítheti Isten kegyelmét. És valahányszor beszéltél arról, hogy a tanfolyamok azok pénzbe kerültek, a beavatások, tehát maga az a csomag, az a tudás, amit a tudásnak hittél te akkor, ezek mind pénzbe kerültek, fizetni kellett ezekért. És elgondolkodtam azon, hogy Uram Isten, milyen sok embert megmentene Jézus egyetlen kijelentése. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ő odaadta teljesen ingyen, szeretetből, együttérzésből, irgalomból. Odaadta nekünk a gyógyulást is, az egészséget, a bűnbocsánatot, amiről szó sincs sehol. Azért jók az ilyen tanfolyamok, mert senki nem kell szembesüljön saját gonoszságaival, saját gyarlóságaival. Nincs erről szó sehol, de ő ezt is ugye ingyen ajándékba adta nekünk. És ha csak ezt az egy kijelentést ismertük volna tőle, ismernénk tőle, akkor már az első néhány lépésnél benyomhatnánk a középső pedált, a féket, hogy de várjál csak, Isten az életet ingyen kínálta fel számunkra, a kegyelmet, engedte a fiát megölni, hogy nekünk életünk legyen általa. Ő mindent ingyen adott, és ő fizetett. Ő minket befizetett az igazi tanfolyamra, az élet tanfolyamára. Akkor hogy van az, hogy más emberek a szeretet, a jóság és a segítség nevében megzsarolnak lelkileg? Megátkoznak. Megátkoznak. Titokzatoskodnak. Jézus miért mondta, hogy amit nektek halkan mondtam, azt írja a háztetőkről, kiáltsátok. Kültőjtek világgá, hogy minél több ember halljon róla, belekapaszkodhasson, élhessen általa. Miért titkolóznak ők? És miért mondta Jézus, hogy nincs olyan titok, ami a felszínre ne jönne, ami ki nem derülne? Tehát mennyi mindentől megkímélhetett volna minket az evangélium, hogyha mi ezt ismertük volna már korábban. Abban a helyben ugye valahányszor találkozunk egy ilyen hamis jelenséggel. Kigyújt volna a piros lámpa, és jelezte volna, hogy állj, mert veszély, tűzveszély. Én annyira örvendek, hanem mert tisztelve érzem magamat, hogy hallottam ezt a szép és dicsőséges történetet. És csak azt tudom mondani, hogy teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen adja neked erőt, bátorságot, bölcsességet, szeretetet, együttérzést a becsapott embertársaiddal szemben. Hogy minél több embernek tud elmondani személyesen, szemtől szemben, vagy úgy, ahogy jön, ahogy az Isten adja. Hogy minél többen megszabaduljanak ettől, mert tudod te is, hogy nem mindenki kapja meg azt a lehetőséget valamiért. Nem mindenkinek adatik meg, vagy valakik olyan mélyen belekerülnek ezekbe a dolgokba, hogy egyszerűen már nincsen visszaút számukra. Tehát, hogy legyen bátorságot, és minden, ami szükséges, kegyelem, erő, ahhoz, hogy minél több emberrel meg tud ezt osztani, ezt a történetet, és annak a dicsőségét. Megmondom őszintén, hogy szívem vágya ez. Mint ahogy eddig is szerettem segíteni másoknak, én nagyon-nagyon szeretnék azoknak segíteni, akik esetleg nem tudják, hogy éppen ebben hol tartanak, vagy mik ennek a veszélyei. Amikor én is felismertem azt, hogy tehát akkor, amikor az ember rájön arra, hogy kegyetlenül eltolta az életét, az még hagyján, tehát azért vállalom a felelősséget. De az, hogy én más embereket, a családomat, a barátaimat, hogy én milyen veszedelmeket, milyen
gyötréseket hoztam rájuk, ezzel szembesülni, ez lesújtó volt. És én nagyon szeretném azt, hogyha ezen a idézőjeles jó sztorin kívül az emberek többet látnának ebből, hogy ez sokkal többről szól, mint egy érdekes történet, mint egy Istenhez való visszatalálási történet. Sokkal-sokkal többről szól, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez megérintette, vagy esetleg ő valamibe már belelépett, de még nem tudja, hogy ennek mi lehet a vége. Vagy őt úgy érintette meg, hogy éppen kilátástalan helyzetben van, és talán most ezáltal összefüggésbe tudja hozni egy-egy olyan eseménnyel, tanfolyammal, vagy családban lévő okkultizmussal, ezotériával foglalkozó személy tevékenykedésével, hogy ő ebből valahogy mégis szeretne kiutat, akkor én abban nagyon szívesen segítenék, mert én nagyon szeretném, hogyha az emberek elkerülhetnék azt, amit én nem tudtam. És akkor, amikor majd egyszer ott kell állnom az Úr előtt, én azt szeretném, hogyha azt mondhatná, ha azt olvasná nekem vissza, hogy itt volt ennyi ember, akinek te elmondhattad volna, akit ebből kihozhattál volna azzal, hogy beszélsz róla is, és a kezembe adod a kezüket, hogy én vezessem őket tovább, és azt mondhatná nekem akkor, hogy igen, jól csináltad, hogy egy lehetőséget sem hagytál ki. Jó és hű szolgám. Szeretnék az lenni, igen. Hogyha egy picit is bizonytalan valaki, aki nem tudja azt, hogy esetleg most ebben milyen szinten van benne, és mi az, ami megengedhető, és mi az, ami hihetetlen mélységből még kegyelem által megjavítható. Én annak nagyon szívesen segítenék, hogy ne kelljen ilyen poklokat megjárni se neki, se a családjának, se a családja bármely tagjának, élete bármely területén. Hát én mindenképp azt javasolnám mindenkinek, aki magára ismert a történetet bármelyik részében, aspektusában, hogy bizalommal kiáltson az Úristenhez, kérjen tőle segítséget és kijelentést és megértést. Mert ő ugye többször azt ígérte az embereknek, és ő nem ember, tehát betartja az ígéretét, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. Tehát mindenkinek megfelel, neked megfelelt, nekem is megfelelt. És mindenképp szeretnénk hangsúlyozni, hogy Istennek a kegyelme emberi közvetítés nélkül is kegyelem, mert ő mindenható. Tehát aki bizalommal fordul hozzá, kiált hozzá, mint gyermek, szelíd gyermek, megalázza magát előtte, biztos meg fogja ismerni, meg fogja érteni az evangélium üzenetét, Jézus tanítását. És szabadulás nyer általa. Mindazonáltal, hogyha valaki úgy érzi, hogy emberi segítségre van szüksége, megteheti azt, hogy küld egy üzenetet a kiáltószó.hu/segítség menüponton keresztül, és én azt továbbítani fogom a kedves barátomnak, akit hallhattunk ebben a felvételben. És hogyha Istennek úgy kedves, úgy ítéli meg az ő lelke, akkor bizonyára emberi segítséget is kaphat tőle, ugyanis, mint hallottátok, ő is készségesen segít, és nem úgy, mint ahogy ő kapott segítséget korábban ezektől a különböző tanfolyamoktól, hanem úgy, ahogy azt Jézus előírta számunkra. Tanította nekünk, hogy ingyen vettük a kegyelmet, a gyógyulást, az életnek a tudományát, mondjam azt. Tehát ingyen adjuk tovább.
tehát aki ír erre a menüpontra, kiáltószó.hu per segítség. És szüksége van emberi szóra, emberi segítségre, hogyha az Úristen is úgy akarja, meg fogja kapni azt. De mindenek előtt is, mindenek fölött mindenkit arra bátorítok, hogy forduljon bizalommal az élő Istenhez. Használja bátran az Úr Jézus nevét, mert megmondatott, hogy neki megadatott minden hatalom az égen, a földön és a föld alatt. És minden tért, minden erő meghajol előtte, mert ő az alázatával elérte azt az engedelmességével, hogy a világunk teremtője, az Úristen megadott neki minden erőt, minden autoritást, minden gonoszság, minden hazugság, minden sötét mozgalom fölött. Úgyhogy bizalommal forduljatok hozzá. Még záró mondatként annyit szeretnék mondani, hogy nem tudom szavakban kifejezni a hálámat Isten szeretetéért, jóságáért és kegyelméért és a megváltó tervéért, amit Jézus Krisztusban megvalósított. Ezt, tehát ha a szívemet kinyithatnám akkor, és azt láthatóvá tehetném, akkor lehet, hogy egyszerűbb lenne, de ezt nem tudom szavakban megfogalmazni, és hogyha akkor, amikor én földön fetrengve akár a halálomat is elfogadtam volna, ha akkor lett volna valaki, aki azt mondja, hogy van még egy lehetőség, hogy helyrehozhatsz mindent, hogy kaphatsz ajándékba kegyelmet, és nem neked kell ezért dolgoznod, és nem kell ezért küzdened, és amit elrontottál, minden megbocsátható. Ha te meglátod és megvallod azt, hogy hol rontottad el, ha lett volna valaki, aki nekem ezt elmondja, akkor én nem tudom, milyen magasságokba kerültem volna, de nekem nem volt senki. Nem volt senki, aki erről beszéljen. Szóval, hogyha én lehetek az az egy valakinek, akkor legyek az, ha Isten is úgy akarja, és legyen az ő akarata szerint, és ha tudok segíteni, akkor szívesen segítek. Úgy legyen. Isten áldjon mindenkit. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok.